szeretettel köszöntöm a tisztelt megjelenteket. Boldog új évet kívánok, én nem tudom ilyen szépen indokolni, hogy az első menetben miért lesz olyan nagyon jó. Hát ezer, mondom, 1914-ben is így jósolgattak. Mindeset, hát valami csak bejött azért. Aki hisz, az üdvözül egyébként, tehát próbáljunk hinni ennek az előrejelzésnek. Na most a témát illetően, hát itt valóban ez az 1860-as év, itt a fordulat éve, szinte el se hisszük, hogy ez a 15 énekből álló hatalmas mű, ez alig több, mint egy év alatt született. Tehát ugye elkezdődött az írása 59. februárjában, és már márciusban teljesen kész volt. Ezt onnan tudjuk, mert Madás nagyon pontosan jegyzetelt. Tehát ő naplót is vezetett, és nagyon szépen fölírta műveinek a kezdetét, és mikor kezdte el írni, meg azt is, hogy mikor fejezte be. Úgyhogy történetesen ővele kapcsolatban elég sok közvetlen adatunk van. Nem tudom, hátul hallani, ha ilyen hangosan beszélek? Kicsit hangom az kevés. Na most, ez tehát egy olyan időszak, amit hát gondolom, hogy azért eléggé ismerünk, éppen ezt az időszakot általában szokták ismerni az emberek, tehát levelt szabadságharc. Utána az is gondolom, hogy ismert tény, hogy hát őt is bizony bebörtönözték, mégpedig nem a szabadságharcban való közvetlen részvétele miatt, bár közvetlenül is részt vett, nem fegyveres harcban, hanem szervezésben. Betegsége miatt nem is nagyon tudott volna többre vállalkozni, bár ő még arra is vállalkozott volna, hogy menetelni fog a bevonulókkal, illetve a hadra fogott fiatalsággal, korától nyugodtan tehette volna, tehát ugye 64-ben halt meg, és nem volt még 42 éves sem. Tehát azt jelenti, hogy egy hatalmas tehetség, hát visszahívatott, ezt úgy szoktuk mondani, mert elvégezte a dolgát köztünk. Tehát a későbbi próbálkozásain már lehetett érezni, hogy ezek már nem fogják meghaladni a embertragédiája szintjét, és mint aki végezte tényleg a dolgát, boldogan el tudott menni. Hozzáteszem, hogy egészen fiatal kor óta tényleg nagyon gyakran betegeskedett, tehát ez egy előre látható dolog volt. Na most, tulajdonképpen mi történt itt 59-60-ban? Tehát bizonyos értelemben neki már két hatalmas válság periódusa volt előtte, és ezzel nem árt, azért ha tisztában vagyunk, mert hát vannak legendák körülötte. Ez nagy igazság volt, kedves egészségére az úrnak. Tehát méghozzá két ilyen menetben volt ez hát ilyen válságperiódus, és az egyiken éppen ez a munka húzta ki, az egyikből. Nem közvetlenül ezzel kezdte 59-ben, hanem már előtte megírta a Civilizátor című művét. Na most a Civilizátor, ez is az 59-es dátumot viseli, hát az bizony ma is elég tanulságos mű lenne, nem nagyon merik előadni, ugyanis ez a nemzetiségeinkről szól. Tehát, és hát itt mondjuk svábbogarak húzzák a Civilizátornak a kocsiját, amit hát mi inkább csótánynak szoktunk mondani, de hát körülbelül tudjuk, hogy kire gondolunk. Tehát minden esetre kísértetiesen a mai helyzet, ami a Civilizátorban megszólal, csak egy picit túl direkt módon. Tehát lehetett érezni, hogy ezzel ahhoz a korhoz már nem lehet szólni. Mert aki velünk tart, az már ennél sokkal keményebb szavakat vár. Aki meg nem, hát az meg túl direktnek fogja minősíteni, és egyáltalán nem fogják tudni megjelentetni. Tehát vannak ilyen dolgok, ezt ki kellett írni magából. Tehát ne felejtsük el, ez egy nemzetiségi terület, ahol ő Sztregován, alsó Sztregován élt, és kétségtelenül tótok lakták, tehát így is van föltüntetve az akkori a fényes elekféle statisztikai könyvben, hogy tótok lakta falu. Tehát ott az uraságon kívül, mondjuk, és a közvetlen környezetén kívül nem nagyon laktak egy magyarok. Na ennyit erről, tehát ez egy közvetlen átélt élmény, és az is közvetlen átélt élmény volt, hogy a közvetlen családtagjait, hármat is, azt egyszerűen az oláfelkelők agyonvertek. Az egyikük az éppen sebesült honvédtiszt volt, és hát ezek nem néztek se Istent, se embert, akit elkaptak, agyonverték. Az, hogy az történetesen a két másik, ez egyik egy hölgy volt ráadásul, hogy azok semmit se vétettek elnök, ezeket abszolút nem érdekelte. Tehát magyar, tehát agyon kell verni. Na most ez a szokás, ami hát a mai napig tapasztalható a világban, ez azért őt nagyon erősen megviselte. És még egy negyedik áldozat a családból, az meg az öccse Pál volt, aki meg egy ilyen futárszolgálatot teljesített a szabadságharcban,
ott egy komoly nagy megfázást kapott, és hát elvitte őt szintén a tüdőbaj. Hát ez egy ilyen família volt, mondjuk a tüdőbaj tekintetében egy erősen, egy örökletesen, hát még megpróbált família volt. Na ennyit akkor gyorsan erről a korszakról. Tehát ő neki ez a 61-es év, amikor ő bemutatta Arany Jánosnak, ez majdnem azt mondom, egy ilyen utolsó kísérlet volt, ezt nem én mondom, hanem ő írja, hogy tudnélik, most ő folytassa egyáltalán az irodalmi munkásságát, vagy ne folytassa. Tehát versei jelentek meg már korábban is, de igazán nagy, szóval neki buzdulása azért ilyen méretű semmiképpen se volt korábban. És barátja, akit úgy fölismergetnek az irodalomtörténészek a tragédiában is, ez a Szontág nevezetű úr, ő, hát Kebel barátja, ő biztatta, hogy hát Arany Jánosnak mutassa meg. Ami nem volt, tehát nem minden tekintetben volt magától értetődő, tehát felejtsük el, azért Arany egy egészen másfajta vonalat képviselt. Viszont egyet lehetett tudni Aranyról, hogy kiváló pedagógus. Tehát azt azért már akkor lehetett tudni. És ez ki is derült, először is Arany nem először életében rossz nyomon indult el. Tehát amikor ő úgy gondolta, hogy ez a bevezető, tehát az első szín után, hogy ez egy Goethe utánzat lesz, tehát a Faustnak valamiféle ilyen utánérzése, akkor ő nagyon rosszul ítélt. Ezt később beismerte, és hát nagyon készséggel javította saját elhamarkodott nézetén. Ez körülbelül olyan könnyelmű ítélkezés, amivel mi mondjuk Bornemisza Péter esetében találkozhatunk, akinek a leghíresebb műve, ugye a Magyar Elektra, és mindenki Szofoklész alapján ítéli meg teljesen hibásan. Teljesen hibásan. Tehát itt nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ezek a kornak szóló, majdnem hogy eligazító kis szövegek vagy címek, és semmiféle további jelentőségük nincsen. Tehát amennyire Szofoklésznak beszélő viszonya sincs a Bornemisza Péter féle Elektrával, tehát még a szereplők mennyisége sem azonos, tehát még egy plusz szereplőt be is állított Bornemisza, de egyébként is az egész konfliktus teljesen másképp kezdődik, másképp fejlik ki, és itt van, és itt van. Tehát tényleg csak arra való, hogy egy kicsit alibit igazoljon a szerző, hogy ő azért egy művelt valaki, tessék bejönni és meghallgatni az ő művét. Tehát ha valaki egy idegen címke alatt adja el, azt nem tudom, vettük-e észre, ez ma is sokkal kelendőbbé teszi az áruját. Tehát ez nem az ő minősítése, tehát akár Madácsé, akár Bornemisza Péteré, hanem a közönségé. És hát nem lehet mondani, hogy jelesre vizsgázott akármelyik korszaknak a közönsége. Na minden esetre Arany félre is teszi, tehát az első ilyen gyors reagálása, ez a 61-es diétára jött föl akkor, mégpedig a Balassa gyarmati képviselőként, tehát ő országgyűlési képviselő volt Madács, és még egy-két apróságot azért hadd mondjak el róla, mert elég sok a félreértés az ő személye, és a családi indítatásai körül. Tehát ő egy, ha nem is a legmagasabb szintű, de nemesi családból, méghozzá nem is a legalsó szintjéről származott, és akik úgy bővebben foglalkoztak az ő korai korszakával, meg egyáltalán családnak a múltjával, hát van egy Madács társaság, ez nem tudom mennyire közismert, és nagyon jól dolgoznak. Tehát időnként úgy meg tudom szerezni a kiadványaikat, és az ember csak vakarja a fejét, hogy nem Madács ügyben, nem Pesten történnek a lényeges megállapítások. És ez tulajdonképpen örömmel tölt el. Tehát nagyon helyes, hogy a közvetlen környezete igényesen és valóban nagy részletezettséggel feldolgozta már az ő múltját, és ebben egy egész meglepő dolgot olvastam, hogy tudnélik, a család ebben az időben, és ezzel nincs egyedül ez a család. Tehát ez a felvidéki családoknál általában kimutatható, és van egy gyanúm, hogy nem csak a felvidéki családoknál, de a Madács társaság elsőben ezt a területet vizsgálta. Volt egy nagyon érdekes szokás. Ne felejtsük elő, 23-ban született, tehát Petőfivel egy évben. Alig két hónap, már három hónappal később. Tehát ők valóban kortársak voltak, nem csak, hogy mondjam, a tehetségüknek a kirobbanó volt a rokonítja őket, hanem azonos évben is születtek.
és hát mind a kettő elég fiatalon is halt meg, ezt azért zárójelbe tegyük hozzá, mert nagyon gyorsan megérett, és amiért küldetett, az szépen le is tette az asztalra. Na most a családok tudnélik bevezettek egy olyan szokást, hogy már lehet látni, hogy mifelé tart hát az a világ, amiben ők beleszülettek. És ne felejtsük el, ez még nem a levelt szabadságharc után jön kényuralomkora, ez még egy azt megelőző, tehát tulajdonképpen a késői reformkornak az időszaka, és bármilyen furcsán hangzik, a gyermekeiket ezek az igen rangos családok mesterségekre fogadták. Tehát bizony meg kellett választani egy mesterséget, és azt ki kellett tanulni. Nem emlékszem, hogy a mostani bankigazgatókról ilyesmit olvastam volna, de a politikusokról sem. Elvégezte az egyetemet, általában fizette valaki a háta mögül, és utána egyből a politikába fejest ugrol. Tehát semmiféle konkrét tapasztalata nincs az életről. Körülbelül úgy is politizál egyébként. Na tehát ezek nem így kezdték, hanem úgy kezdték, hogy választani kellett egy szakmát. Na most nagyon érdekes, hogy ebben a észak-magyarországi körzetben, de ebbe beleértenő a mai Kárpátalja is, ebben Rákóczi szabásan szentként szerepelt, hogy annak ellenére, hogy mint felségáruló, akkor is még érvényben volt a büntetése. Tehát még a nevét sem volt szabad, hát ha csak nem zárt körben emlegetni, és hát tudjuk, hogy akkor még hajjaj nagyon messze voltunk attól, hogy hazahozzák a hamvait. Minden esetre ő, illetve a család arra való hivatkozással, hogy Rákóczról lehetett tudni, hogy a rodostói számüzetésében ő igenis asztalos munkát végzett. Sőt, ott ki is állítanak egy széket, amit ő maga faragott, maga állított össze. Tehát a őrá való hivatkozással az asztalos mesterséget választotta. Ez megint érdekes dolog, mert hiszen emlékszünk, hogy Michelangelo-nak mi lett a sorsa a falaszterben, széklábat faragott. Tehát itt lehet tudni, hogy ezek a személyes hát élmények, vonatkozások, ezek sorozatban átszövik a tragédiát. Tehát azt szokták emlegetni, a Fráter Erzsivel való házassága, annak a sikertelensége, és ez az excentrikus viselkedés, ami nem azt jelenti, hogy rossz, hogy mondjam, ember volt, de sehogy nem tudott beleilleszkedni ebbe a Madách családba, hát elsősorban az anya miatt, de mindesetre ez a vibráló egyéniség, ezért Évának az alakjában megjelenik a tragédiában. Tehát több irányból is személyes élmények, nem is szóval, hogy ez a Zontág nevezetű úr, ez meg Lucifer személyében, ez nem is titkolt módon jelen van a tragédiában. Tehát ez egy rendkívül ironikus alapállású valaki volt, aki hát ezt a alapvető idealizmust, ami végigműködött Madácsban haláláig, azt azért ő kicsit parírozta oldalról, tehát próbálta kicsit úgy mederbe terelgetni, és hát ilyen módon egyfajta előképe lett a Lucifer figurának. Na most sokat nem akarok ezzel az előtörténettel, illetve az ő társadalomba ágyazottságával foglalkozni, de az a bizonyos kép, amit róla azért úgy eléggé elterjesztettek, hogy ő egy ilyen visszavonuló, mogorva valaki volt, nem társaságot nem kedvelte, oroszlán barlangnak nevezték egyébként ezt a Sztregovai. Ő maga is így nyilatkozott róla, ahol született a ember tragédia. Hát ez azért nem egészen így van, tehát a közéletben nagyon is részt vett, egészen betegsége rovására is, és hát végig igényelte is, hogy egyfajta társasági élet ott a felvidéken alakuljon ki, ezekben részt vett, és nagyon megszenvedte, amikor ezeket 49 után ugye mesterségesen visszaszorították. És igyekezett is kitörni belőlük. Na akkor ennyit erről, most valamit a műfajról. Tehát tulajdonképpen milyen műfaj ez az ember tragédiája? Hát általában drámának szokták tekinteni, ugye a köznép pedig nem az, tehát egy teljesen egyértelműen nem az. Ő maga sem annak tekintette, és a kor sem, tehát amikor ez megjelent, aránylag hamar a megírása után, tehát ugye arany szava azért eléggé döntően esett ott a ladba, és hát mindjárt kisfaludi társasággal azonnal fölvette a kapcsolatot, és hát ilyen módon a anyagi fedezet is biztosítva lett, sőt, még életében kétszer jelent meg, ami nagyon nagy dolog. Tehát azért nem ennyire rövid élet alatt, hát 60-ban itt, 64-ben már elhunyt, hát azért kétszer megjelni ennyire rövid idő alatt, ehhez már azért nagyon jónak kellett lenni, na meg nagyon jó patronosoknak is kellett lenni.
Úgyhogy ezek így összejöttek. Na most gyorsan még annyit, hogy ezeket sem vegyük azért önmagától értetődőnek. Tehát az első reagálásokból elég jó válogatást ad az a kis könyvecske, amit itt magammal hoztam, amit egyébként is nagyon tudok ajánlani. Az ember tragédiáról Matura sorozatban egy Kerényi Ferenc nevezetű úr, aki magát a sorozat, nem ő szerkeszti a sorozatot, de gyakorlatilag ő írta a legnagyobb részét az ebben a sorozatban megjelent könyveknek, egyik jobb, mint a másik. Ezt azzal együtt mondom, hogy teljesen más vonalban közelíti meg, mint ahogy ezt én ma megkísérlem. Ettől én nyugodtan dicsérhetem, mert tényleg jók. Nagyon jók az analógiaként felhozott példák is, nagyon jók a Madácstól válogatott idézetek is, amiket mellékletben hoz, és nagyon jók a bevezető írások is, amik részben a Madácsnak, mint a költőnek az életét, részben meg a műnek az életét. Egyrészt a saját kis körében, másrészt meg európai távlatokban mutatja. Na most ebben részleteket is lehet majd olvasni. Ezt tényleg nagyon ajánlom. Néha meg lehet szerezni antikváriumokban. Mert akik úgy gondolják, hogy a diákoknak szólna, a diák elvégezte, beadják az antikváriumba. Hála Istennek, mert ez nem csak a diákoknak szól, ez minden normális embernek szól. Tehát tulajdonképpen elvileg mindannyiunknak a polcán ott kellene lenni. És a többinek is. Tehát ilyen van a Toldiról, ilyen van. Pont érdekes mondani, a János Vitézről nincs, az apostolról van, a Petőfi életműből, de a többiek, amikkel itt mi foglalkozni fogunk, arról gyakorlatilag mindről van ilyen. És mindegyiket Kerényi Ferenc, vagy a nagy részét ő szerkesztette. Tehát megbízható. Na most ez a korszak, amelynek tulajdonképpen egy késői szülötte. Az ember tragédiája, ez a romantikával indult el. Na most a romantika az azért már 19. század elejétől bontja a szárnyait, és tulajdonképpen két egymást követő korszakban produkálta azt a műfajt, amelyiknek nincs előzménye, közvetlen előzménye nincsen. Műfaj sajátosságai ennek mondjuk az ember tragédiának például, meg a többinek, amit most felsorolok majd, ezeknek sokkal korábban jelentkezett, tehát középkori műfaj bizonyos elemeit újították föl. Na most szokták mondani, hogy ennek az első alkalmazó, aki magát a kifejezést, hogy drámai költemény, alkalmazta, ez Byron. Tehát, hogy ez tulajdonképpen az angol irodalomban alakult ki. Az ő Manfred című műve, amit most már így műve kell mondjak, tehát ez lenne az első ilyen megnyilvánulása. Én nem olvastam a Manfredot, bevallom férfiasan, Byront kicsit nehezen tudom megemészteni, egy rendkívül excentrikus valaki, és hát szóval, szóval nincs az a fajta vonzása, ami nagyon sok mással kapcsolatban megvan. Ez valószínűleg benne van a hiba, de minden esetre irodalomtörténészként ismerni kell. Tehát én a zanzáját ismerem, ha úgy tetszik. És hát a másik ilyen műve, még mindig ugye Byronnak, az a Káin, amelyik valamit jelez abból, hogy van egy korábbi, de még nem így nevezett, tehát a műfaj még nem alakult ki, de már egy korábbi példa, aminek meg egyenesen az a címe, hogy istentelen színjáték. Ez is a nyugat-európai műveltségben van, benne vannak a pontos adatai, ami jelzi, hogy azért ebben mindig van egy kis ilyen opozíciós hajlandóság, hogy egy kicsit már túlírtátok nekem azt, hogy mi az, ami jó, na most én megnézem a túloldalról ezt a témát. Tehát nyilvánvalóan az isteni színjátékra parafrázis. És bár ezt az irodalomtörténet nem a csúcson tartja nyilván, de mint műfajtörténeti érdekességet ugye meg lehet említeni. Na most érdekes az eset ugyanis. Említettem, hogy amikor megjelenik az ember tragédiája, nem feltétlenül és nem mindenki pozitív módon reagál rá. Aztán még egy hullámban, amikor először előadják, ugye 83-ban, amikor régen nem él a szerző, akkor megint elindul egy ilyen kettős értékelés, majdnem ugyanazokkal az érvekkel. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert azt hinné az ember, hogy a gondolkodó fők, hát hogy nagyjából azért azonos módon reagáltak, nem így van. Tehát az ember elolvassa mondjuk Arany Jánosnak az értékelését, ami végén teljesen pozitív.
Tehát ez egyfajta idézet volt, de ez egy levélből volt, de van neki olyan is, amit közvetlenül Madácsnak írt, és ezeket azért közzé is tették. És akkor mellette elolvasta Erdély Jánosnak a véleményét. Erdély János, hát ez a Erdély Zsuzsannának, akit kortársként talán ismerünk, ez a Hegyet hágék, lőtőt lépék, tehát az archaikus imádság összegyűjtő, ez ebből a családból származik. Most Erdély János népmesegyűjtő volt, pontosan népdalgyűjtő volt, tehát valóban egy rendkívül széles műveltségű valaki volt, és hát bizony lehúzza, keményen lehúzza. Sőt, még meg is vádolja, hogy egy olyan eszmét, amelyik még éppen, hogy most kezden el bontakozni, hát ez ugye a Fourier-féle, ez a Falanster eszme, a Falanster kifejezés az készen kapott hát kifejezés volt, tehát ez nem Madács találta ki, hát hogy lejáratjam. Tehát még ki se tudott bontakozni, már is lejáratja. Na most, ha valaki a Fourier-tól olvas, mondjuk csak egészen vázlatos elképzeléseit, saját megfogalmazásában, erről a rendszerről az látja, hogy nem, hogy nincs lejáratva, hanem majdnem, hogy érdeme fölül van dicsérve. Tehát az mondjuk, ami jelenleg rossz egy túlszervezett társadalomban, az ott már mind előképszerűen megjelenik. Tehát az tényleg karikatúra. Még az elnevezések is. Ha valakit nagyon érdekel, akkor majd ebből felolvasom szünetben vagy a legvégén. Tehát egyszerűen nem hiszünk neki, és ezek már le voltak fordítva magyarra, ezek a kifejezések. Bambinónak nevezik, aztán Szeráfoknak nevezik, bizonyos életkor, és be van satujázva, hogy hány éves kortól, de így, hogy fél évenként. Vagy nem tudom, hogy 4,5 éves korig, aztán 4,5 éves, 6 éves korig. És akkor utána akármit csinál a szerencsétlen gyerek, az oda be van skatujázva, és aszerint bánnak el vele. Tehát itt semmiféle eltúlzása nincs a dolognak. A Madácsféle Falanster jelenetben. Na most ezt tehát nagyon vegyük figyelembe, és még azt, hogy később aztán nyilatkoznak róla egyházi férfiak is. Tehát például a két kiváló gondolkodó, akikről tudjuk, hogy rendkívül széles műveltségek voltak, az egyik Prohászka Ottokár, a másik pedig Ravasz László. És egyik sem pozitív módon. Ez a kiadvány például Ravasz Lászlótól nagyon finoman idéz, én olvastam tőle sokkal keményebbet, de egyszerűen lebeszéli az olvasóit arról, hogy elolvassák. Tehát, és ott a Prohászka Ottokár is, hát finoman, de azért ez nem a mi elvtársunk. Tehát ezt ők azért nagyon határozottan kijelölik. Na most az egésznek van egy olyan alapja, amivel ha tisztában vagyunk, akkor rögtön rájövünk, tulajdonképpen ha ilyen szemszögből vizsgálják az embertragét, akkor lehet, hogy jogos az ítélkezésük. És ezt mindjárt az elején meg fogjuk beszélni, ugyanis ez egy kulcskérdés. Minden esetre azt kell tudni, hogy utána, miután ezzel azért Prohászka Ottokár is nagyon sok embert befolyásolt, Ravasz László is nagyon sok embert befolyásolt, tehát nehogy azt higgyük, hogy általános volt a ember tragédiája, tisztelete és megbecsültsége. Az, hogy az irodalomtörténeti írás kezdettől fogva a csúcson kezelte, ez egyfajta tisztelgés volt, ugye, Arany János véleménye előtt. Másrészt pedig, hát azért az irodalomtörténészeknek azért időnként van érzékük az irodalomhoz, tehát az azt jelenti, hogy azért meg tudták ítélni, hogy itt valóban egy remek műről van szó. Na most a döntő kérdést tudnélik rögtön az elején megfogalmazható, hogy milyen az Isten és Lucifer egymáshoz való viszonya. Tudnék, ha valaki vallási alapon közelíti meg, akkor nem tudja megkerülni ezt a kérdést. És itt lehet mentegetni mondjuk a szerzőt, amire semmi szüksége nincs, rögtön hadd tegyem hozzá, azzal, hogy hát ez egy ilyen kor volt, amelyikben a szekularizáció egy előre haladott állapotban volt. Tehát ez azt jelenti, hogy ha a kor szellemében akart fogalmazni, akkor nem állíthatta abszolút pozitív hősként hát a teremtőt szemben Luciferrel, ez teljes egészében így, ahogy mondtam, mellébeszélés. Tehát itt nem erről van szó. Most a legkézenfekvőbb a megközelítésben az, hogyha megnézem, hogy mondjuk kihívom valamelyik kedves jelenlévőt, és azt mondom, hogy rendezze meg az első szint. Rendezze meg. Aránylag könnyű megrendezni. Nem sok szereplős, van egy kórus, ugye az angyalok kórusa, van ugye Luciferi, hát az Úr mindenképpen, akkor van Lucifer,
és van három arkangyal. Gyakorlatilag ennyi. Hát ennyit már csak meg tud rendezni. És eléggé kész szövegek, tehát nincs ilyen, hogy belebeszél, meg tudom én, nagy konfliktussal verekszenek, vagy átrendeződnek. Semmi, egy viszonylag statikus képetről van szó. És azért javasolnám, hogy ezt így játsszuk el, persze nem most, hanem vidámabb időkben, hogy tudnélik, abban a pillanatban kiderül, hogy az egész tragédiáról mi a véleménye. De abban a pillanatban. Egy kérdés van, hogy először megjeleníti-e az urat, de megjelenik-e emberként a színen. Kettő, ugyanarra a platformra teszi-e, mint Lucifert. Abban a pillanatban, hogyha ugyan megjeleníti, tehát személy megjelenik így, ahogy én most itt, és ugyanazon a platformon van, mint Lucifer, abban a pillanatban ő már Lucifernek lépés előnyt biztosított. Azt jelenti, hogy drágám, hát akkor te félreértetted a tragédiát. Innen ugyanis soha nem lehet eljutni az utolsó mondatig, hogy ember küzdjés bízva vízzá. Tehát aki így rendezi meg, például Szikora János, amikor a Nemzeti Múzeum, a színházat avatták, ki is húzta az utolsó mondatot. Ő jobban tudja, mint az úr. Tehát ez nyilvánvaló. Hát ők most úgy rendezkedtek be itt nálunk, hogy ők mondják ki az utolsó szót. Ez az ők, ez nem csak a Szikora, ez annak idején, ez az Alpári Roberta, vagy hogy hívták őt? Alpári. Tehát az Alpári, de tulajdonképpen ahogyan a Bánkbánt megrendezte, ugye jelenleg is egy az egybe oda tartozik. Az, hogy most éppen nemzeti szín arcát mutatja, ez egy más kérdés. Ez a Vidnyánszky. Na, mindesetre én láttam az Bánkbán előadását, hát ne tudják meg, hogy az milyen volt. Na, mindesetre, szóval ahogy tönkre lehet tenni egy klasszikus művet, azt ő pontosan bemutatta. És mai napig semmi bűnbánatnak jelét nem adja. Viszont a másikra meg szólja a sorot. Na, mindesetre, tehát ennyit mindenképpen azért tisztáznunk kell, ha én ugyanazon a szellemi szinten, ami azt is jelenti, hogy ugyanazon a dobogon szerepeltetem őket, akkor abban a pillanatban már lépés előnye van Lucifernek. Miért? Mert mindig mutatósabb egy cikiző személy, mint egy alkotó személy. E pont. És ez nem 20. századi jelenség. Könnyebb lebontani valamit, mint alkotni valamit. Nem tudom, ebből él ez az egész kulturálisnak nevezett banda, ami jelenleg a nyakunkban. Pontosan ebből. Mindig hálásabb dolog, különösen a nő ül mellettem, olyan jól értesülten, cikizően ráni. Nem tudom, érthető. Tehát ezek tulajdonképpen, mint attitűd, már réges-régen megvan az irodalmi életben, és az ember azt mondja, hogy ez egy emberi gyengeség. Tehát tulajdonképpen meg kell értenünk, más kérdés, hogy nem helyeseljük. De minden esetre innentől kezdve mutatósabbak a szövegei, mindig mutatósabbak, Luciferé, és ráadásul, hát tulajdonképpen mindig ő kerül felül. Tehát legalábbis az utolsó szín utolsó részéig végig úgy van, hogy hát tulajdonképpen Lucifernek végig igaza van. És az érvelésében nem lehet belekötni. Mert az érvelése az brilliáns. Az tényleg elejétől végig a kor mondjuk technikai és filozófiai vívmányaival dúsan felszerelkezve minden. És nem tudom, hogy mennyire ismerjük az embertragédia szövegét, de tulajdonképpen minden igaz lelkesedésben van valami irrealitás. Nem tudom, érthető. Ez vele jár az életem, én, mert földre születtünk. Tehát itt mindig van annyi piszok, hogy azt azért előbb vagy utóbb föl fogjuk szedni, hogyha munkálkodunk. Na most viszont ezeket az ember az eszmébe nem fogalmazza bele. Miért? Ez úgy is jön. Nem kell állandóan azzal foglalkozni. Igen ám, de emiatt támadhatóvá válik. És attól függően, hogy milyen irányú az eszme, tehát a lelkesedés, attól függően, hogy már rögtön így készen vannak neki a cikiző mondatai. És azért ezek erre kitanultak. Tehát ne felejtsük el, hogy az úgynevezett értelmiség, ami jelenleg itt a világnak el van adva, itt lehet nyugodtan neveket is mondani, mert úgyis olvassuk őket a hírekben, Eszterházi Pétertől, Nádas Péterig, azt hiszem több Péter pillanatban nem szerepel, de tehát ez ebből él. Pontosan ebből él, és elég tűrhetően. Tehát mondjuk nem kukáznak, én nem emlékszem, hogy láttam valamelyiket is kukámban turkálni, és ez azt jelenti, hogy nagyon hosszan elfogja, miért? Mert mindig lesz lelkes magyar, nem tudom, érthetően. Mert ez meg velünk jön.
Tehát azt jelenti, hogy ők bőven meg fognak élni, ez a parazita és a gazda állat kapcsolata. Tökéletesen lehet érezni. És semmi gond nincs, hát az ember végül is nem büszke arra, hogy vannak parazitái, de állandóan nem velük foglalkozik. Tehát azért vannak ennél fontosabb dolgok is az életben. Minden esetre ez az első pillanatban kiderül, és miután az egész műnek a felépítését általában ezek a bírálók nem nagyon szokták figyelembe venni. Hozzáteszem, hogy Prohászka Ottokár sem. Sőt, Ravasz László sem. És ez abból a pár mondatból egyértelműen kiderül, amit leírnak. Tehát nem derül ki, hogy hát álljon meg már a menet. Ez az egész, a luciferi ilyen előny a darabban egyrészt ez a színpadra állításból adódik. Kettő, tehát nem közvetlenül a műből adódik. Kettő, ez csak onnantól kezdve adódik, mióta Lucifer szabad kezet kap. Ugyanis az első színben ez még korán sem, ez csak akkor válik, hogy mondjam, előnyössé Lucifer számára, mondom, hogyha ezt egy ilyen szalonvitának vesszük, ahol ő mond valamit, én mondok rá, és akkor amelyik ügyesebben érve, hát a mai viták azok mind így zajlanak. Hát miért nem vállal az ember egy kerekasztal beszélgetést például brigantikkal, mondjuk vegyük így, hogy kritikusokkal. Mert tudom, hogy ő egyből övön alul fog lőni. Ő még tudja rólam, hogy én semmi színat nem fogok övön alul lőni. Tehát már előnye van, nem tudom, érthető-e. Tehát ez jelenleg ilyen az úgynevezett kulturális életünk. Na most ez sem tegnap kezdődött, rögtön hadd tegyem hozzá. Tehát ennek van egy hagyománya. Ilyenkor kell tudni, egy bizonyos szint alatt nem állunk levitatkozni. És ez azért általában kiderül, hogy mi az a szín. Na most ez eddig nagyjából belátható volt. És ez azért nagyon lényeges, mert szinte mindenki lehozza az urat, egy szinten működteti, és innentől kezdve gyakorlatilag nem az ember tragédiáját játszhatja el. Ez egy másik darab. És természetesen nem tud mit csinálni az utolsó mondattal. Tehát úgy veszi, mint tudom én, a Deus Ex Machina, tehát nem tudja másképp feloldani, hát azért a kor igényei szerint kell neki valamilyen vallási végszót adni, tehát beteszi ezt a úr mondatát, ami teljesen hamis megközelítés. Na most érdemes az első részből indulni, ugyanis az első szín alapján szokták leginkább Goethe hatással vádolni. Hát a legnagyobb különbség pontosan az első színben van. Tehát ha valaki még annak az elolvasása után is Goethét emlegeti, az azt jelenti, hogy hát ez van vakszemüveggel olvas, vagy én nem tudom, mit mondjak rá. Vagy egyszer elfogult. Tehát ezt mondjuk megértette az ember, hogy egy Jókai, amikor a német, első német előadáshoz készített, sőt azt hiszem még a kiadványhoz készítette az előszót, hát akkor már nagyon híres volt nemzetközileg is, hát akkor ő megint megpróbálta, hogy egyék a németek, mert ha a németet nem Goethe útvonalán vezetem rá az embert, akkor kézbe se veszi. Hozzáteszem, hogy Goethét se veszi kézbe, tehát most nehogy azt higgyük, hogy ezzel én most nagyon jót mondtam róla. Kemény tény, tehát az, ami statisztikai tény, hogy a Faust második részét a német lakosság, tehát a német nyelvű olvasótábornak valami 0,% olvasta. Az első résznél valami a 10 alatti százalékban vannak. De nehogy már azt higgyük, hogy akkor ott a kultúra viszont a csúcson van, és akkor onnantól kezdve már jogosan nézne bennünket. Tehát az embertragédiát még ilyen ellendrukker had keretté, vagy hogy mondjam, kortársaiként is több magyar olvasta el arányaiban, mint ahány az agyon dicsért Goethét német nyelvterületen. Tehát ezekkel azért jó tisztában lenni. Na, ilyen fajta tényeket részben ugye Kerényi Ferenc könyvek, meg hát részben azért más is írt már, a tragédiájáról is, meg Goethéről is. Tehát azért ezeket lehet tudni. Na, mindenesetre az első színben tehát megjelenik egy angyali kar, ami rögtön az elején elmond olyan dolgokat, amik fölött az ember ugye elsiklik. Hát jó, itten kis angyalkák itten zengedeznek. Tehát magáról az Úrról. Miért? Azért, mert tulajdonképpen az Úrról nem saját maga mondja el a legfontosabb dolgokat, hanem részben kiderülnek róla, részben az angyali kar mindjárt bevezetőnek. Most történetesen 1949-50-ben
Sárospatakon, az ottani hát angol internátusban, akkor már Kossuth internátusnak nevezték, ott egy olyan előadásban, az Angyalok karában gügyögtem ott szépen ezt a szöveget, ahol előadták az első szint. Na most ezért aztán ez ugye az egész első szint próbák hát során az emberben bele ivódott. Tehát, hogy nagyjából az ember ugye emlékszik még rá. Tehát azt mondja az Úrról az angyalok kara, ő az erő, tudás, gyönyör egésze. Részünk csak az ágy, melyet ránk vetett. Imádjuk őt a végtelen kegyért, hogy fényében így osztályrészt engedett. Na most, ez mit jelent? Erő, tudás, gyönyör. Ez a három tulajdonság elő fog jönni még, vagy nem fog előjönni? Tehát még negyed órát se kell várni. Erő, Szent Mihály lesz az arkangyalok közül. Tudás, ez Gábriel arkangyal lesz, és az erő, tudás, gyönyör, az pedig Ráfael arkangyal lesz. Tehát rögtön megkapjuk a teljes összevont tulajdonságrendszert, ez fog kibomlani, és ezekkel áll majd szemben Lucifer. És akkor, ha az ember ezt szépen végigmondja, mert ugye megjelenne, ahogy lezajlott az angyalokkal, rögtön megjelenik ez a négyesség, tehát itt van a három arkangyal, és itt van a negyedik, a bukott, aki tulajdonképpen itt még nem bukott, itt még ez a státusza nincs tisztázva, hogy előtte van, vagy utána van, de ezzel a mentalitással, ahogyan ő közelít a dolgokhoz, biztos, hogy bukni fog. Tehát ez nem kétséges. Na minden esetre a három arkangyal, tehát mit mond? Gábriel kezdi, tehát érdekes módon nem az erővel kezdenek, az erő a Szent Mihály. Hát tudjuk, ő a lebonyolító, tehát ő az, aki az apokalipszis könyvében, ugye a sátánt sárkány formában ugye leveti az égből, sajnos a sárkány azóta itt van, politikai pályán működik egyfolytában. Tehát lényeg az, hogy ez Szent Mihály feladat, ez nem Gábrielé, vigyázzat, de nem is Raffaelé. És ezt a hármasságot, amikor már a dicsőítésről van szó, ezt már Gábriel kezdi. És most már nagyon érdemes figyelni, azt mondja, hogy ki a végtelen, végetlen űrt kimérte, de anyagot alkotván beléje, mely a nagyságot és messzeséget egyetlen szódra hozta létre, hozsánna néked eszme. Tehát már rögtön lehet érni, itt az eszme kezd dolgozni, tehát nem az erővel kezdi, és utána következik ugye Szent Mihály, ki az örökké változandót és változatlant egyesített, végetlent és időt alkotva, egyéneket és nemzedéket, hozsánna néked erő. Ez tehát a második tétel. És a harmadik az, ki boldogságot árjadoztatsz, a testet öntudatra hozva, és boldogságod részesével egész világot felavatva, hozsánna néked jóság. Tehát ilyen sorrendben jön eszme, erő, jóság. Most mindegyiket viszont tulajdonságok tapadnak. Tehát az elsőhöz a tér tapad, és benne az anyag. A másodikhoz az idő tapad, és rögtön szétválasztja egyének idejére és nemzedékek idejére. Miért? Hát azért, mert ha ide születünk a földre, akkor vagy egyénként élünk, vagy nemzedékekként, egyénként a kicsi év, a keretünk, nemzedékekként pedig a nagy év, vagy a precessziós nagy év. Tehát abban a pillanatban már lehet látni, ezt a művet biztosan két időnagyságrendben lehet majd elemezni. Nem tudom, hogy érthető-e. Tehát mi most a nemzedékek időrendjében elemezzük. Tehát ez talán a kézenfekvőbb, hozzáteszem, hogy ez is született meg előbb, és másik, amelyik tényleg egy kitűnő elemzés, ez a Szabó Gyuláé, az azt hiszem a következő ilyen előadás lesz. Ő, hogy mondjam, már az egyén szintjén elemzi. Nem, abból nem fog most semmit előrehozni, mert az az ő szellemi terméke, és hát nagyon jó is adja elő. Na tehát lényeg az, hogy nem véletlen, hogy a mutatósabb, tehát az azonnal észrevehető, az, amit mi most ma megbeszélünk, az a nemzetnek szól. És ez azért nagyon nagy dolog, mert ha olvassuk a véleményeket a tragédiáról, akkor például egy francia nyilatkozó, egy pozsonyi, azt hiszem pozsonyi vagy prágai előadás, nekünk egy nagy barátunk, akár Prága volt, akár Pozsony, de mindesetben nekik úgy adja el az ember tragédiát, hogy ebben nincs ilyen nemzeteknek szóló ilyen vadarkodás és stb. Tehát magyarul, hogy itt a nemzet hangja nem szól, nem vetted észre, kis hülye francián. Ennyi. Ha francia lett volna, biztos észrevetted volna. Tényleg kétségtelen, hogy az ember tragédiában ez a szó, hogy magyar el sem hangzik.
és mégis jelen van. Na most ez egy döbbenetes dolog. Egyetlen egy utalás van a magyarságra, mégpedig ez is egy nagyon-nagyon késő, tehát már az Eszkimó szintben, amikor úgy visszanézve Ádám ugye elmondja, hogy mik voltak úgy Luciferrel párbeszédben, és akkor megemlít ide egy névsorban, tehát nem egyénként, vagy nem egyedi jelenség, hunyadot, így, hogy hunyad. És itt illik tudnunk, hogy ez Hunyadi Jánost jelentette. Nem Mátyás királyt, Hunyadi Jánost. Ez az összes utalás. Na most ezt egy román azonnal magáénak érhet. Persze, hát tudjuk nagyon jól, hogy ő román volt. A szerb megint mondta, hát persze, nagyon jól tudjuk, Szibinyáni Jánk, hát maga Arany János írta, ez bizony szerb volt. Tessék, drágáim, csak akkor tessék úgy is viselkedni. Tessék, sajátítsátok ki, semmi gond nincs. De tessék hozzám értelmi viselkedni. Tehát nincs itt semmi lefoglalva. Semmi, lehettik ti dákok, de akkor viselkedjetek úgy, mint a dákok a rómaiak ellen. Vagy úgy, mint a római ellen a köztársaság korában. De hát ennek nyoma sincs. Na, ennyit erről. Tehát minden esetre az a magatartás, ami végig jelen van az ember tragédiában, az, hogy nem lehet letörni ezt a nemzetet. Tehát Ádámot akármilyen csalódás éri, mindig talpra áll utána, és Lucifer akármilyen észérveket ved be, nem tudja padlóra küldeni. Már a aténi színben, majd végig szaladunk a színeken, már ott olyan, hát már triumfál Lucifer, hogy sikerült a szabadság eszmét lejáratnia. És kezd is számonként, na ugye akkor most már aztán tényleg kétségbe estél. Nem esett kétségbe. Miért? Azért, mert ott van a felesége, szépen ugye Aténi, jön egy ilyen nemtő, és hozza a feloldozást, és azt mondja, nyugodt lélekkel halok, és azt a felején elrontották a játékomat. Tehát egyszer nem bírja bevenni, hogy a magyart nem lehet legyőzni. És végig ez a magatartás, és a legvégén az a mondat, amit nem értenek meg, máig nem értenek meg, ez ugyanaz a jelenség, mint ami a Ludas Matyiban, ugye a negyedik felvonás. Miért bocsát meg Döbrögi Ludas Matyinak? Nem érti. Következetlenségnek veszi, megalkovásnak nem érti. Ingyen kegyelem, ez számára semmit nem jelent. A Bánkbánban az egész ötödik felvonást úgy, ahogy van, kihúzták. Miért? Nem tudja értelmezni. Ingyen kegyelem ennek a bandának értelmezhetetlen. És azt most azért nem nevezem nevén, hogy milyen bandáról van szó, mert a B betűnél mindjárt megtalálják banda, és akkor lehet érezni, hogy ez egy érdekszövetséget jelent, ami időnként nevet változtat, időnként személyeket cserél le, de lényegében ugyanúgy működik. És hát legalább a reformkortól kezdve folyamatosan itt van, folyamatosan keresztbe teszi a lábát, és az igazán nagyok folyamatosan átlépnek rajta, és nem tudnak mit tenni. Tehát ez a régi mondás, ugye ezt most már többen is szoktuk idézgetni, azt hittem egyelőre, hogy csak én idézem, hogy mi a különbség ugye a darumadár és a házmester között. Mert ez egy kulcsa annak, hogy mi tudunk-e tovább menni. De ezt gondolom ismerik már, mert Szántaira is szoktam már idézni. Mi a különbség? Hát azt, hogy a darumadár magasan repül és szépen szól. A házmester meg nem tehet róla. És nekünk nem az a dolgunk, hogy a házmesterrel idétlenkedjünk, hanem hogy magasan repüljünk és szépen szóljunk. Ennyit erről. Tehát egy nagyon fontos tételről van szó. És ennek a mondjuk további kifejtésénél hát minden esetre érdemes felrajzolni, hogy ha én úgyra, most ezt nem fogom felrajzolni, csak ide mutatok, ha ide teszem az urat és ide teszem Lucifert, teljesen hamis képet rajzoltam. Teljesen hamis képet. Ugyanis az Úr nem az egyik oldalon van, vagy másik oldalon van, hanem az Úr itt van középütt. Tehát ez az Úr. És ebből az irányból, ugye három, nyugodtan Sziromnak is nevezhetjük őket, veszi körül őt, ez a három arkangyal. És akkor ide nyugodtan beírhatjuk mondjuk Gábrielt, ide beírhatjuk Mihályt, és ide beírhatjuk Ráfáelt. És akkor itt jelenik meg Lucifer. Tehát egy ilyen hármason belül, hát így is szólítja meg őt az Úr. Te Lucifer, hallgatsz, önhitten állsz. Dicséretemre nem találsz a szót, vagy nem tetszik talán, amit alkoték. És erre jön egy hosszú tiráda, amiben egyszerűen végig cikizi, szó szerint végig cikizi. Tehát ez a cikizés, ez nem 20. századi jelenség. A legszabályosabban végig cikizi a teremtés műveletét Lucifer.
és semmi jót nem talál benne. Tehát ez körülbelül olyan, mint most nem tudom, egy ilyen másfél-két-három évvel, egy ilyen időtávon belül, hát amit itt a magyarról, mint magyarról elmondtatok a külföldi sajtóban, az ember csak nézett ezt a fogalmat, hogy jó, nem is ismeritek. Nem lehetne legalább egy fél mondatban jót is mondani? Nem. Miért? Mert magyarról beszélünk, tehát csak negatívumot. Hát ezt kaptuk utasításba. Honnan? Hát kaptuk. Tehát ilyenkor nincs ilyen, hogy megnevezzük forrás. Semmi jó. Tehát azt mondja, ne haragudjon, hát még egy csótánynak is vannak jó tettei, hogy például kimegy néha. Tehát de nem, semmit, csak a rosszat. Tehát ezek, most ő neki tulajdonképpen, Lucifernek nagyon-nagyon tiszta a szerepe. Tehát ő semmit alkotó módon nem hoz létre, viszont mind a három előtte szólót a maga módján cikizi, leépíti, porlasztja. Most ez a parazitának a szerepe. Pontosan ez a parazita szerepe. Na most a parazita szerepet, ha mindjárt itt az elején rögtön kiderül, hogyha ő ennek megfelelően töltené föl szövegekkel, senki nem nézni meg a darabot. Miért? Hát mert rögtön leveszi az állarcot, tehát ez szerintem nem probléma. Hát a jó az egyik oldalon van, a rossz a másik, hát majd bolond vagyok végignézni egy ilyen darabot. Na de jobbnál jobb szövegeket ad Lucifer szájába. Mert ahhoz méltónak kell lennie, ahhoz, hogy végig gondoljuk az ő aljasságait. Ugyanis mi már ezeket nagyon mutatós formában találjuk meg a mai életünkben. De már az akkori életben is, tehát 1860-61-ben is. Tehát ott már nem lehet azt csinálni, mint a civilizátorban, hogy én egyből leleplezem a civilizátort, már eleve olyan szöveget adok a szájába, amik leleplezik az ő parazita hazug aljas voltát, és akkor tulajdonképpen nincs konfliktus. Nem tudom, érthető. Tehát ahhoz bizony nagyon föl kell hozni az ellenfelet, hogy ez egy valódi drámává váljon. És hát egyáltalán érzékeljük, hogy azért vigyázat, ő nem a falvédőről lépett le. Meg nem a 620-as gyorssal jött. Ő már itt van, nagyon is itt van, nagyon régóta itt van, és nagyon kitanult. Nagyon kitanult. Nem tegnap kezdték a kiképzését. És folyamatosan képezik ki. Tehát azt jelenti, hogy... ennek a szerepnek, ugyanis ha először ránézünk, azt mondjuk, szegény Lucifer. Miért? Hát 3-1 az ellenfél javára. Hát micsoda dolog ez? Hát milyen igazságtalanság ez? Na igen, de ne felejtsd el, hogy ő nem egyetlen ebben a négyességben, hanem megháromszorozódik. Miért? Mert egyrészt ő vele, mond, vagy ő neki mond ellent, meg ő neki mond ellent, meg ő neki. Tehát ő is hármasságot képvisel, csak ebben a hármasságban egy szikrányi önálló gondolat sincs. És ez egy nagyon lényeges dolog, mert azt hiszem, mi egy kicsit túlbecsüljük azért az aljasság képviselőit. Tehát ezek betanult szövegeket mondanak, és abból élnek, hogy mi gyűlölködünk. Tehát abból élnek, hogy mi hibázunk, abból élnek, hogy mi bizonyos dolgokat rosszul látunk, vagy lusták vagyunk, vagy és itt, ezt nagyítják föl, és fordítják ellenünk. Semmiféle önálló koncepciójuk nincs. Tehát ha az ember visszamegy mondjuk a Grahuszok korába, ami egy elég jól dokumentált. Elég jól dokumentált. Nagyon szépen. Tehát történet, ugyanazok a húzások. És mindegyik tulajdonképpen egyetlen műveletre megy vissza, ezt meg nem hiszik el. Hozd meg és uralkodj. Abba a pillanatban, hogy ketten-ketten engedjük magunkat megosztani, kész van. Onnantól kezdve ő... Már előnyhöz jutott. Na ennyit erről. Ez nem tudom, hogy mennyire volt elhihető. És ide szoktam én beírni azokat a tulajdonságokat, mondjuk Gábrielnél az eszmét, ide az erőt, ide pedig a jóságot. És akkor látom, hogy mindegyiknek megvan itt az ellentétje. Tehát megvan, ha azt mondom, hogy az eszmének, akkor a téveszme. És egyfolytában ezt is adagolja. És mert hangosabban, magyarul jobb a kapcsolati rendszere, vagy úgy mondjuk, hogy nagyobb a kapcsolati tőkéje. Érthető? Tehát jobban el tudja adni a világnak. Tehát ha én csak annyit mondjuk őstörténetéről, mit tudsz hivatalosan? És akkor fölmondja a leckét is. De nem gondoltad soha, hogy ez teljes egészében téveszme? Hát nem, de hát ezt tanítja. De ne haragudjál, tényekig is el lehet jutni, nem csak a hírekig. Hát a tényekig én hogy jussak el? Hát csak a híreken keresztül, tehát nem igaz. Nem igaz, csak hozzászoktattak, hogy a tényekig csak híreken keresztül lehet eljutni, de ez nem igaz.
Tehát ez a téveszmének felel meg, itt az erő. Ha én egy erőt valóban a jóság irányába, tehát a jó ügy irány működtetek, ellenerőként működik. Pontosan, tehát gátló erő. Miután saját ereje nincs, tehát saját maga nem tud produkálni, csak gátolni tud, lefogni, elvonni, energiát elszívni. Hát ez a parazitának a lényege. Ha a jóságról beszélek, akkor pedig nagyon lényeges dolog, mert ezt volt a legnehezebb megtalálni. Tudni, a jósággal harmónia teremtő, tehát egy, már a kulcsfogalom itt a számon van, csak nem akarom előlegni, tudnik egy negatív visszacsatolás, egy önszabályozó rendszer. Tehát a léleknek mi a szerepe? A szellem működését és a testét szabályozza. Tehát ha ezt én kiiktatom, akkor azt jelenti, hogy elindul egy pozitív visszacsatolás. Tudnik ennek a lényege a negatív visszacsatolás. Nem tudom, mennyire ismert ez a fogalom. Tehát azért nem akartam ezzel kezdeni, de hát ez jött a számra. És abban a pillanatban, hogy én a pozitív visszacsatolással helyettesítem, azt jelenti, hogy most csak kicsi a rossz, holnapra mindent csak növekvő tendenciaként tudok érzékelni, és számosságokban tudok kifejezni. Tehát tegnap akármiből, de csak három volt, holnapra ebből négynek kell lenni. Miért? Mert különben nem választanak meg a következő választáson. Utána ennek ötnek kell lenni, sőt, ha látom, a mellettem lévő is így dolgozik, akkor már exponenciálisan kell növelni. Tehát azt jelenti, hogy teljesen mindegy, hogy miről van szó, a saját paraméterében folyamatosan kell, hogy növekedjen, mert különben nem tudom mennyiségileg dokumentálni. Na most jelenleg ebben a világban élünk. Na jó, de hát jelenleg Lucifer világában élünk, nem tudom, észrevettük-e. Tehát egy rendkívül fontos tételről van szó, mert amit egyáltalán ma érdemes észrevenni, és hát mondjuk átlépni rajta, hát az itt már embertragédiában minden együtt van. És a tehát kristálytiszta fogalmazásban. Tehát minden esetre most csak egyetlen ilyen körforgást emeltem ki, hát itt azt hiszem négyet, hármat vagy négyet sorolok fel a könyvben. Tehát ez a könyvecske, ez 99-ben jelent meg, ez, amit itt lobogtattam az előbb, ez 92-ben. És mondjuk a kettő még elég közel van egymáshoz, tehát lehetett még az ő adatait használni. Hát ő még 30 körüli fordításról számol be az ember tragédiának ennyi fordítására, mi már itt már ebben a könyvben már 36-ot lehetett felsorolni. Tehát 99-ben az ezredfordulón már csak a számon tartott, ami azt jelenti, hogy rangosabb fordításai 36 volt az ember tragédiának. Tehát mit tudom, az észt nyelvtől kezdve, nem tudom már mit mondjak hirtelen, hogy kínai az nyilvánvaló. Tehát azért nem lehet mondani, hogy Prohászka Otto Károly Ravasz László véleményét tette magáévá a világ, amikor megítéli az ember tragédiáját. Mindenesetre ez a képlet, ez eléggé kifejtett módon, továbbfejtett módon van itt. Igen ám, de ha én ezt most átvetítem egy másik rendszerbe, ott már Lucifernek van ez a hármassága, és ők szorultak össze. Igen ám, de ott már nem az Úr van középen, hanem az űr. Nem ismerjük ezt a kifejezést? Rendkívül fontos tételről van szó. Tehát nincs valódi ellentételeződése. Éppen az, hogy a fekete lyuk. Tehát amikor nincs, semmiféle központ nincs. Tehát ő csak innen tud bármit is leszívni, mert nincs saját központja. Na most ez amilyen egyszerűnek látszik itt, tulajdonképpen annyira nem törődnek vele. Tehát ezt semmilyen eddigi embertragédia elemzésben nem lehet látni. Viszont rengeteg ilyen hát nagyon mutatós, és nem is felesleges, ilyen dramaturgiai elemzés van, ilyen ábrákkal együtt, hogy milyen a egymáshoz való viszonyuk, a szereplők megjelenésével. Holott pedig, ha én ezt nem látom tisztán, semmit nem fog tudni a tragédiáról, sem mondani, sem írni, sem megjeleníteni. No, ennyit akkor erről. Én azt hiszem, hogy ezt valahogy ki kell innen majd emelnünk. Ugyanis most jön a neheze. Egyáltalán érdemes-e egy úgynevezett csillagmitoszi rendszert, vagy asztrálmitoszi rendszert szembesíteni az ember tragédiával? Hát ez tulajdonképpen minden alkalommal itt fölmerül, hogy Bánkbánnal érdemes volt-e, a Ludas Matyival érdemes volt-e. Most akinek ezt magyarázni kell, az annak én azt mondom, tudod, mit nem érdemes. Tartunk kis szünetet, hazamegy, ez egy butaság volt, hogy ide eljöttél, nem érdemes, semmi gond.
Tudni, miért? Hát azért, mert ebbe születünk bele. Tehát most nem, le akarod radírozni magadról, vagy hogy gondolod azt? Tehát ebben nem lehet kilépni. Tehát ebben élünk. Ez mit jelent? Az, hogy van a fénynek és a sötétségnek egy folyamatosan változó aránya az évkörben. Na most ez hogy radírozod le magadról? És abban a pillanatban, hogy megtapasztaltad, vagy őseiden keresztül hozzád eljutott a híre, hogy a fénnyel a jóság, a szeretet, meg az ingyen kegyelem. Hát hogy mi jár együtt, ezeknek az esélyei nőnek meg, ha a fény növekszik, és a velük ellentetnek növekszenek meg az esélyei, hogyha a sötétség növekszik. És az micsoda a velük ellentett? Hát az meg ugye a gonoszság, a gyűlölködés, meg a oktalan és parttalan bosszúvágy. Tehát ezek tapasztalati tények. Hát nem véletlen hurcolja magával ezeket az emberiség. Ezek nem nemzetiségi kérdések. Tehát nem, a tót ugyanúgy éli meg, legfeljebb utána még engem fejbe ver, ennyi a különbség. Tehát de ugyanúgy éli meg, mint én. Vagy a román, vagy a francia, vagy a francia meg így, hogy csak az orjukát látom, olyan magasan hordja az orrát. Teljesen mindegy, mert akkor is ugyanebben ebben él. Tehát ez nem olyan dolog, hogy ha akarom, mint egy rossz kabátot fölveszem, ha nem akarom, akkor meg leteszem. Na most, ha én azt akarom, hogy a mű tényleg hasson, tehát zsigeregen és áthatolva hasson rám, akkor nekem bizonyos arányrendszereket tiszteletben kell tartanom. Tehát azt jelenti, hogy ha én ezekből a tulajdonságokból, amik itt az évkörben egy sajátos rendben elaszolva jelentkeznek, ha én ebből kihagyok mondjuk, vagy átrendezem, ez dramaturgia hibaként fogja megélni az olvasó. Hát ma már nem, mert már annyi rossz darabot látott, már tegnap estétől kezdve visszamenőleg egy hétig, hogy szinte más sem, mint zúzzák szét ezt a rendszert. Mivel kezdődik, azzal kezdődik, a statiszták hullanak, mint a legyek. És senki nem bűnös, senkit nem büntetnek érte, nem tudom értető. Tehát amikor először ez így megjelent egy filmben, hát egyszerűen rosszul lettünk. Hát addig, ha egy legyet agyon csaptak egy filmben, annak is kellett lenni oka, és kellett legyen indokoltsága. Most semmi, hullanak a legyek. Hát nem tudom, mi ismerjük a Fridláda fosztogatói. Egy nemes küzdelembe ki akar állni az ellenfél, az előveszi a pisztolyát, és lelövi, kész. Aztán jönnek ezek a ta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 t
tessék elővenni az Ószövetséget, megnézni, a Jehova odaadta a várost a, mit tudom én, a kegyelceinek, és ők nyugodtan kiírtják a várost. De semmi olyan, hogy de hát azok rosszak volt. Dehogy, szóba se került. Semmilyen vétkük nem volt. Jehova nekiadta, ő kinyírta őket. Részletezik a kinyírás módozatait. Tehát itt nem arról van szó, hogy én olvasom bele. Na most ez a szemlélet jelenleg uralkodó. Uralkodó. Nem kell ahhoz bűn, hogy téged büntessenek. 20. századnak a legaljasabb vonulata az a koncepciós perek vonulata. Ennyit erről. Sehol semmi bűn, de büntetik. És ezt nem csak egyénekkel, nemzettel is. Én legalábbis egy ilyen bűnös nemzetet ismerek, akit egyfolytában azért büntetnek, amit el se követett. Hát nem tudom, ez melyik, valószínűleg az eszkimó, de minden esetre nem nagyon szabad emlegetni, mert akkor úgy tűnik, hogy most valamit tagadok, aminek semmi közön nincs, az nem, hogy tagadnám, semmi közön nincs. Na, ennyit erről. Tehát minden esetre az, hogy egy ilyen igényű műhöz, amely történetileg is egy teljességet ad, meg dramaturgiailag is teljességet ad, ha én azzal szembesítek egy évköri rendszert, tehát ennek a bizonyos, nevezzük napút rendszernek, mert ugye ez a madács korában még napútnak nevezik az zodiákust és az ekliptikát is. Ez ténykérdés, ez nem vita téma. Tehát ez azt jelenti, hogy dokumentumunk van róla. Ezt használja aztán később Csontvár is, ezt a kifejezést. Na, a lényeg az, hogy ennek a szembesítése tehát a darabban elég komoly nehézségbe ütközik. Ha mondjuk Toldiról esne szó, hát itt valószínűleg már az nem fog sorra kerülni, hát Toldinál ez egy triviális dolog. 12 ének, 12 állatövi jegy, azt kell csak megtalálni, melyikkel indít, és hogy melyik irányba megy. Tehát a kicsi év mentében megy, vagy pedig a precesszió mentében. Ettől függ, hogy elsősorban az egyénnek szól le, és azon keresztül a nemzetnek, és az emberiségnek, vagy pedig fordítva. Ez ennek a kérdése. Na de hát ezt aranynál, mondjuk a Toldinál felfedezni, ezért nem jár jeles. Ezért egy maximum, egy hármas jár. Tehát ez egy elég, sőt, egy elégséges. Azt jelenti, hogy ez egy induló tétel. Na jó, de egy 15 énekről van szó. Tehát 15-öt, 12-vel,
Hát nem olyan könnyű. Mint ahogy ugye 27 ének a János Vitéznek, az sem volt magától értetődő, hogy mondjuk az állatövvel egyáltalán kapcsolatba hozható-e, és hogy milyen áttételen keresztül. De közvetlenül nyilvánvalóan nem. Na most hozzáteszem, hogy azért a 15 meg a 12 azért közvetlenül is egyeztethető, de ez már Szabó Gyulának a témája. Tehát ez az ő merészségét dicséri, mert tulajdonképpen akkor ő már írásban is olvashatta ezt az elemzést, amit én itt adok, és ráadásul hát ő tanítványom volt. Na most én ezeket a tanítványokat szeretem. Oda jött és megkérdezte, hogy nagyon megbántódnék-e, hogyha ő most ezt az ellenkező irányba, tehát a kisimbe. Mondom, nem, hogy nem bántódnék, meg örülnék neki. És tényleg kiváló, mert megváltják. Tehát minden esetre, ha én 15-öt akarok 12-vel egyeztetni, akkor hát nincs könnyű dolgom. De egyet azért észre kell vennünk. A tragédia hármas rendszerekből épül föl. Ezt se szokták hangsúlyozni, amit viszont már nagyon nehezen értek. Ezt egy pillanatra visszahozom, hogy annyi mindent azért ne piszkoljunk. Tehát mit értünk hármas? Tehát három nagy egységből áll, ezek nem ugyanolyan hosszúak, de kétségtelen hármas. Ezeket a helyszín alapján tudjuk azonosítani. Adva van a mennyei szín, adva van a paradicsomi szín, és adva van a paradicsomon kívül. És befejeztük. Mert nincs több. Nem tudom, hogy ismerjük-e annyira, hogy ezt most nem viccből mondom, ez így tény, ahogy mondom. Tehát azt jelenti, hogy megérkezünk a harmadik szín elején a paradicsomon kívülre, és befejezzük a 15-et a paradicsomon kívül. Tehát ez egyetlen szín, amihez képest egy mélyebb szint, mert azt már álomban élik át, az, ami benne van, de ettől ez még hármas rendszer. Na most, ezt innen már, akkor mégsem... ide fogom leírni, hanem ide, pardon. Tehát itt tulajdonképpen ezzel kezdik, ez a legmagasabb szint. És akkor ez legyen a menny. Nem is ide kellett volna ezt írni, ide. Mindegy. Ez kétségtelenül egyen lejjebb van. Nem fog úgy se kiférni, tehát mert ez ilyen szélességi már nem fog kiférni. 15-öt így nem tudok. Ez a paradicsom, vagy Éden. Ugye Édennek nevezi ő. És ez pedig az Édenen kívül, és ezt nyugodtan meghosszabbíthatom. Tehát ez az Édenen kívül. És itt a legvégén Édenen kívül fejeződik be. Ez az első hármasság. Na most, ezen belül őket szépen betereli egy barlangba a harmadik szín végén. Lucifer, és innentől kezdve Lucifer a gazda. Tehát itt egy isteni törvényszerűséget kezdjünk el értékelni. Ez egy Lucifer által megmutatott kép az emberiségnek, amiben semmi titok nincs. Azért, hogy kétségbe ejtse. Nem tudom, érthető-e. Megfogalmazza? Persze, hogy megfogalmazza. Már az első színben. Tehát egy pillanatig nincs kétségünk. Ez nem a történelem, hanem az a történelem, amelyet Lucifer mutat nekünk, és az se kétséges, hogy milyen célból. Tehát a torzítás célja is egyértelmű. Azért, hogy kétségbe ejtse. És a végén már ott tart, hogy tényleg kétségbe ejtse, tehát már öngyilkos akar lenni Ádám, ami azt jelenti, hogy vége a történelemnek. Tehát nincs az ütterv, mint olyan, nullázódik. Tehát az Úrnak ez a terve az emberrel, ami megint egy külön téma, ezt lehetne itt tárgyalni. Az Úrnak nagyon magas szintű tervei vannak az emberrel. Ez úgy menet közben, nagy nehezen, úgy finoman, úgy kiderül, de tulajdonképpen csak a legutolsó részben kap. Még ott is inkább csak ilyen utalásokat. Tehát lényeg az, hogy ez a három, ebben most van egy középső hármasság. Tehát ez a kezdő hármasság. Na most ezt lejjebb szoktuk indítani, tehát innen indul, és most nem biztos, hogy nem fog kiférni mindegyik. Tehát ez az első hármas, illetve berajzolom egyszer, berajzolom másodszor, hát itt ezek azonos szinten vannak, csak valahogy el kell választani őket. Ez a második ilyen, és van egy harmadik ilyen. Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ezek a történelmi színek. És itt megint hárman vannak. Meglepetésünkre hárman vannak. Tessék. Egyiptom, itt van Athén,
és ez pedig Róma. És akkor itt megint hárman vannak. Miért? Azért, mert megjelenik Bizánc, megjelenik, ekkorának rajzom nem véletlenül, Prága, és megjelenik itt London. És utána Prága az, amelyik még tovább mélyül, és a legmélyebb szint, de ez egy és ugyanaz, tehát ez Prága. Első Prága, második Prága. És akkor itt van Párizs. Álom az álomban. Tehát megint három, de a középsőben megint három van. Prága egy, Párizs, Prága kettő. Nem tudom, követhető, tehát ez most elég lényeges, hogy ezt tisztánlásuk. Az egésznek egy teljesen kristálytiszta szerkezete van. És utána természetesen megint három van, és melyik ez a három? Itt vagyunk a Falanszter, tehát ez a jövő. Ez a Falanszter, ez az űr, és itt pedig az Eszkimó. Na most, ha valaki ennél tisztább szerkezetet föl tud nekem rajzolni, hát azt fogom majd a Nobel-díjra javasolni hozzá, hiszen úgyse fogja megkapni a magyar, tehát nincs semmiféle probléma. De a lényeg az, hogy egy teljesen tiszta rendszer, de olyan mértéki tiszta, és ráadásul a hármasságra épül, ami hát itt eléggé nyilvánvalóan a Szent Háromságnak a számaként jelenik meg, de ugyanakkor megjelenik egy-egy évköri egységnek a dekanátus rendjében is, mert ugye az is hármasságokként jelenik meg. Tehát ez azt jelenti, hogy egy kristálytiszta rendszer. Csak van egy nagy gondja. Ugyanis az eddigi összes földolgozás úgy állítja be, minthogyha Párizs lenne a csúcs. A szerkezet egyértelműen kimutatja, Párizs a legmélyebb pont. Ennél tovább nem süllyedhet az emberiség. És még az is nagyon lényeges, hogy a kétarcúsága Párizsnak olyan mértékű, hogy az ember úgy meggondolja, hogy végig ítéletről van szó. Az egész párizsi szín egyetlen merő ítélkezés. És akkor érzi az ember, hogy na, itt ítéltetik meg a múlt is, mert állandóan annak a megújítására hivatkoznak, tipikus szabadkönyves jelszó egyébként, múltat végképp eltörölni, és itt tovább. Tehát a múlt megítélése is, mint globálisan rossznak az elvetése, a másik meg a jövő. Na most, a jövőt ki képviseli ebben a színben? Párizsban. Aki persze, az orrunk előtt változik át. Először ő a régit képviseli egy rendkívül magas erkölcsiséggel. Tehát ez a Márkinő, Éva, mint Márkinő, testvérével együtt. És utána, amikor őt leszúrják, abban például lebukik, na most ez a réme a színésznőknek, ugyanis neki már ott egy pillanat alatt, a dobogó alatt le kell vetni ezt a Márkinő ruhát, és már ott van alatt a felgerjedt pornőnek az öltözéke, és már itt rohan ki elő, és már mutatja a levágott fejet, és tölts velem egy éjet, nagy férfiú. Neki ez az abszolútum. Nem tudom, értette. Na most ez sajnos most minisztériumban osztályvezetőnő, esetleg éppen miniszterelnök asszony, szóval ebből lett. Nem tudom, értető. Ez a magata, semmi más nem érdekel. A siker, bármi áron. Tehát itt mutatja föl azt az arcát a jövő, ami utána a Eszkimó nőben van, aki így jön ide, Jézus Mária, mondja erre. Mert ez az arca válik meghatározóvá a Párizs utáni szabadkőműves világban. Ez nem vicc téma. És ha valaki nem akar ebbe belenyugodni, hát az megaláztatások sorozatán ránevelik. Ránevelik. Tehát egy rendkívül fontos tételről van szó, mert egy kétségtelen, hogy ennek az egész Lucifer által sugallt világnak tényleg Párizs a gerince, tessék megnézni. De ahhoz, hogy én azt tekinthessem gerincnek, nekem el kell tekinteni minden magasabb rendű minőségtől. Na de hát, ha jól lefizettem az illetőt, el fog tekinteni tőle. Nem tudom, értető. És ha nem hajlandó eltekinteni, megvonom tőle. Megvonom tőle a napi betevőt is. És majd utána ezt fogja tekinteni. Tehát, hogy érthető legyen, olyan kristálytiszta rendszer, ugyanakkor meg semmi szájbarágos nincs benne.
ez, ahogy én most elemzem, lehet, hogy szájbarágos. De a műben ez nem így jelenik meg, hanem párbeszédekben, szituációkban, tehát úgy, hogy nagyon nehéz félreérteni. Akinek érdekei nem diktálják, hogy megértse, az természetesen elkezdi nyálazni. Nem tudom, érthető. Most már az a kérdés, hogy ha ez egyáltalán követhető volt, akkor most ez hogyan egyeztethető az állatövvel? Tehát itt végülis 15 maradt azért mindenképpen. Tehát hogy fogjuk ezt a 12-ességgel egyeztetni? Hát ha én ezt a szerkezetet már így fölrajzoltam, hát akkor már szinte magától értetődik. Tehát egy teljesen egyértelmű az, hogy itt van egy kút, és abból két irányba elindul hullámzás. Ebbe a két irányba. Az azt jelenti, hogy innentől idáig ez a vízöntő paradoxonnak fog a törvényei szerint alakulni. Hát ami egy olyan dolog, hogy ez lehet egy szép feltételezés, lehet egy idétlen ötlet, minden esetre a próbáját meg kell ejteni. Tehát ennyi. Most azt nem tudom, mennyire ismerjük, hogy ennek a rendszernek van egy olyan előzménye, tehát egy olyan képletünk, amit úgy szoktuk mondani, hogy sorskönyve, tehát ezt nem tudom, hátulról egyáltalán lehet-e látni, aminek az a lényege, hogy itt alul az egymást lazán követő időszakokból, ez itt a halaknak az időszaka, ez meg a baké. És ez, ami gyakorlatilag egy időn kívüli állapot, vagy egy másfajta megjelenés a téridőrendszernek, ez meg a vízöntő. Igen, de a vízöntő éppen e szerint a mindenet paradox szerint, vagy annak a szellemében két irányban, két sík hullám formájában ráterül a környezetére. Na most ez számunkra újdonságnak hathat, de ha én visszanézek a történelembe, ez egyáltalán nem volt titok. Tehát azt jelenti, hogy azt, hogy népmesekincsben ki tudunk mutatni, ezt én a magyar népmeséktől el is várom. Tehát, hogy tényleg egy legmagasabb szintű műveltséget közvetítsenek, na de megjelenik az Új Szövetségben is. Tehát bármilyen furcsa hangzik, az Apokalipszis könyvében teljesen egyértelműen megjelenik. Tehát annak az angyalnak a formájában, aki egyik lábával a vizeken áll, másikkal a szárazföldön áll, és kijelenti egy szép hosszú mondat végén, hogy idő pedig többé nem lészen. Tehát ezt nem lehet félreérteni. És utána meg folytatódik a történet. Tehát nem a világnak van vége, hanem egy idő nullázódási helyzetben vagyunk. Minden esetre nehéz félreérteni. Mindent félre lehet érteni, ha nagyon akarunk, de ezt a passzust például nagyon nehéz félreérteni. De ugyanakkor ábrázolásokkal tele van a művelődés története. Én szoktam néha egy-egy ilyen sorozatot levetíteni belőle, egyszerűen nem lehet kimeríteni a témát. Tehát az ókori Mezopotámiában két kézben két korsó, és így jön belőle, és méghozzá, ha egy van a kézben, akkor két irányba, és halak meg jönnek visszafelé rajta. Nagyon érdekes halak ezek, így visszafelé, felfelé úsznak. De tehát minden esetre egy nagyon pontosan jelzett valami, ami azt is jelenti, hogy ennek, tehát a vízöntőnek mind a két irányban ugye szétfolyik a három dekanátusa. Tehát azt jelenti, hogy itt is mérleg van, itt is mérleg van. Ez a harmadik dekanátus. Itt van az ikrek, és itt pedig maga a vízöntő. Tehát ebbe az irányba fordítva folyik, mint ahogy a precesszió menete megy. És itt pedig természetesen megint itt van az ikrek, és itt van a vízöntő maga. Tehát azt jelenti, hogy nekünk itt kell egy vízöntő tulajdonsággal, meg itt kell egy vízöntő tulajdonsággal találkoznunk, és ha ez tényleg ennek a képlet, akkor itt mérleg kell legyen. Ami azt jelenti, hogy egy totális mérlegelés. Miért? Mert mind a két oldalon a szétfolyó energiák, mert ezek tiszta energiaként működnek ebben az esetben, ezek teljesen és egyértelműen mérleg tulajdonságot visznek széllyel, azt jelenti, hogy ez maga a totális mérlegelés. Na most mi történik a párizsi színben? Elejétől végig. Mutasd meg nekünk a bűnösöket. És akkor már mennek a börtönbe, már ott kivégzik a bűnösöket, majd megint visszajönnek, de akkor megint mutassál bűnösöket. Megint mutassunk bűnösöket. És a végül az ítélőt is megítélik. Tehát, hogy megjelenik Robespierre, megjelenik Saint-Just, és akkor ők szép egyszerűen leugatják Dantont. Szó szerint, ahogy jelenleg egy politikus a másik politikust leugatja. Szó szerint. Meg lehetne nevezni, hogy most melyik a jelenlegi politikában. Csak ez teljesen felesleges, mert hónapra úgyis lecserélik. Tehát
Mindenesetre annyira tiszta dolog, most meg kell nézni, hogy tulajdonképpen akkor ez a továbbiakban hogyan tud, hát hogy mondjam, a ikrek tulajdonság például hogy tud megjelenni? Hát úgy, hogy Prága 1, Prága 2, a legtisztábban. Tehát ahogy ez innen középről két irányba kimozdul, mind a két irányban Prága jelenik meg, ami azt jelenti, hogy ez egy-kettő, a kettő egy ugyanazon valaminek két arca. Ha tovább megyek, akkor innentől kezdve, ugye tehát nem írtam be mindegyiket, de Bizánc, illetve London. Na most a londoni, ami hát a vízöntőnek a szétterülő egyik, hát az olyan mértékben vízöntő van, ami döbbenetes. Tehát ott egy kórus kezdi, kórus újra megjelenik, és a kórus elmondja, hogy holnap kezdi, ezt föl kell olvasni, mert ez nem olyan dolog, amivel játszani lehet. Tehát ma kezdi, amit holnap végez, vagy valami, nem is, holnap kezdi, amit ma végez. Tehát egy teljes fordított idő, egyenesbe idézem én, tehát nem érdemes saját szavainkkal kifejezni, és folyamatosan a londoni színben ez az idő kizökkenés. De ne felejtsük el, ebben megjelenik a paradicsomi szín. Hogyan jelenik meg? Egy bábjáték formájában. Tehát eljátsszák nekik a saját történetüket, hogyan? Úgy, hogy marionett figurákként jelennek meg. Miért? Mert jelenleg marionett figuraként éljük meg a saját életünket. Mindenki azt hiszi, hogy maga igazgatja, és közben dehogy is. Na jó, de akkor legalább az osztályvezető maga dönt. Dehogy maga dönt. Na jó, de akkor legalább a politikus maga. Dehogy maga dönt. Tehát akkor legalább, mit tudom én, az Egyesült Államok elnöke, ne hülyéskedj már, az dönt legkevésbé magad. Tehát, hogy félreértés ne essék, bábjáték az egész. Tehát egy virtuális térben zajlik az életünk. Na most ez a vízöntő probléma, ami jelen van az életünk. Nem azért, mert a vízöntő kor beköszöntött, mert épp ugye halakban vagyunk nyakig, hanem mert átmossa a vízöntő. Tehát együtt jelenik meg a kétféle tulajdonság. És miután az egyikről nem tudunk, vagy úgy vesszük, mintha az nem is létezne, mert virtuális, nem tudom megfogni. Miért? Mert a tegnap esti tévéműsor bemondója. Hát adok neki egy pofont, és mit csinálok? Szétvertem a készülékemet. Nem tudom, érthető? Nem tudom megfogni, pedig így hazudik folyamatosan a pofámba. Érthető? És nem tudok vele mit kezdeni. Mert mire én bemegyek tiltakozni, ne haragudjon, hát legalább a saját őseimet tekintve ne hazudjon már nekem. De ez kérem, ez történelmi nagy vizit. Na és akkor most ennek a címén hazudhatsz nekem pofámba? Hát ez volt az utasítás. Mondd meg, hogy ki utasított. Az úgy van, hogy nem tudom megfogni. Nem tudom, addig hazudik mellé ide, akkor most nem érhető el, akkor most emiatt, nem. Tehát egész egyszerűen egy virtuális térben. Na most ez a londoni, de miután a londoni egyben egy hármasságot le is zár, tehát a végén egy hatalmas haláltánc van. Tehát ezt a vízöntő hazugság özönt, ezt nem lehet a végtelenség vinni. Tehát az ember azt hitte, hogy miután itt egy ezred fordulót hazudtak nekünk, ami valószínűleg számosságok tekintetében sem igaz. Tehát ezek után mondjuk az ember megkockáztathatta, hogy nem lehet egy újabb évezredet hazugságra építeni. Nem lehet. Na majd bebizonyítjuk, hogy lehet. Hát azóta még nagyobbakat hazudnak. Hát az egész közel-keleti, hogy egyetlen hazugság özön, ami azzal kezdődött, hogy itt van nekem egy dokumentumom, ekkora az épület, itt becsapódik egy repülő, és itt fölrobban. És elhiszi egy világ, hogy ez a repülőgéptől volt. És hogy a repülőgépet terroristák vezették, akik alig voltak kiképezve, és nem is tudtak tulajdonképpen. Tehát ez most soroljam végig, hát ez már mind közzétett adat. De ugyanakkor a lábukat ki nem teszik. Se Irakból, se Líbiából, se... Most már nem is tudom, már van egyáltalán még olyan hely, ahova nem tették be. És mind ezen a hazugságon alapul. Terrorizmus pedig meg fogjuk fékezni. Na ennyit erről. Tehát minden esetre a londoni színnel tiszta. Na de mi lesz Bizánccal? Mert ez Bizáncban kezdik. Tehát a túlsó fele itt, a vízöntő Bizánc. Tehát a Bizáncot hogy mondták ki a maga korában? Hát először is leírni, úgy írták le, hogy Bizantion. Kiejteni viszont a B-t a bizánci görögség már V-nek ejtette, mint hogy a mai napig leírja a B-t az orosz, és ejti V-nek. Nem tudom, érthető. Tehát ez a görögnek, a bizánci görögnek a folytatása az orosz, a ciril.
Tehát lényeg az, hogy Bizantion, tehát mit mondott ki? Bizöntő, de nem görögül. Nem tudom, hogy érthető-e. Na most itt már az akadémia már így inog. És azt mondja, hogy most már én egy század katonaságot fogok rád küldeni. Hát ez már olyan mértékű, romantika, délibáb, és így tovább. Te egy fertőzöd a levegőt, ki foglak írtani? Hát drágám, lőjél. Nem tudsz úgy sem más csinálni. Tehát sorozatban jönnek elő olyan szavak, amiknek se héberül nincs jelentése, se görögül nincs jelentése, se latinul nincs jelentése, magyarul meg van. Tehát mi a szabály? Nem szabad olvasni. Neked. Tehát ez teljesen tiszta ügy. Amit lehet olvasni, értelmezni egy nyelven, azt tessék olvasni és értelmezni. És erre nem magyarázat az, hogy de hát kérem, itt van, én tótul is tudnám. Olvasd. Na de hát a tót nyelvről tudjuk, hogy egy egészen fiatal. Na és, ha tudod olvasni rajta, olvasd. Akkor úgy tűnik, hogy az a szava nem szláv szó, hanem mondjuk a szkítából örökölte. Miért? Tele van ilyennel. Ez nem szláv nyelv, amik itt körülvesznek bennünket. Hát ezek egyszerűen széthullott szkíta törmelékek. Tehát ezek nem saját, hogy mondjam, élettartamokban szkeletkezett nyelvek, hanem szétesett nyelvek, széttrancsírozott nyelvek szó szerint. Csak a mai állapotokban frissek, vagy újak, vagy fiatalok. Nem tudom, hogy ez most követhető volt-e. Tehát egy teljesen tisztán megjelenő középütt az ítélet, a két prágai szín, az ikrek tulajdonság, ráadásul mindegyik külön önmagán belül is igazolható. Tehát tudjuk, hogy az ikrekben mi a jellegadó bolygó tulajdonság? Merkur. Na most mi a Merkurság lényege? Nem tud tartós családi kapcsolatot létesíteni. Miért? Mert mindig elmegy előle. Mindig valami fontosabb dolga van. És ez általában racionálisan birtokba vehető dolog. Tehát magyarul a tudásnak valamilyen formát képezi. Azt erőlteti. És ez fölerősödik a vége. Az első az, hogy elveszti a feleségét. Tehát nem foglalkoznak egy feleség, el fogja veszteni. Tehát nem lehet azzal kompenzálni, de én akkor nagyon tudós vagyok. Ugye Kepleri ebben a színben, a kettő színben, ugye Kepler Ádámnak az alakváltozata, és már rögtön ez a kettősség, hogy környezete egyfolytában horoszkópot vár tőle. Ő meg a asztronómiának lenne, hát ugye ne felejtsük a Kepler törvényeket, ebben az időben ő alakítja ki, tehát a prágai udvarban, ugye akkor ez a német-római császárságnak a központja Prága. Tehát ez nem cseh központ, hanem a német-római császár IV. Károlynak a illetve ez most második Rudolf, bocsánat, IV. Károlynak is az volt a központja. Tehát minden esetre teljesen az akkori Európa legalábbis egyik felének ez a központja. Na, tehát ha ezt eddig el tudjuk fogadni, tehát ez Bizantionig tart csak. Én kicsit megelőlegeztem neki, de nem így van. Tehát ez csak idáig tart Bizáncig, illetve Londonig. Ez már nem ide tart. Ez sem. Na most, ha előtte vagyunk, az azt jelenti, hogy most ebben a rendszerben vagyunk, széthúzom, akkor itt ez a hármasság, ez a halaké, ez a hármasság pedig a baké. És ez a vízöntő széthúzódott minősége. Na most, tudnék, miről van szó? Ez tulajdonképpen párhuzamosan kéne működjék, de akkor senki nem venné észre. Tehát miért? Mert ez egy irodalmi műfaj, azt jelenti, hogy egydimenziós műfaj. Itt beszélünk, tehát, hogy mondjam, terjed a szöveg, szét kell húznom ahhoz, hogy észrevegyék. Teljesen sajátos egyébként, tehát ilyen szerkezettel én sehol nem találkoztam a világirodalomban, de hozzáteszem a vízöntő paradoxonnal sem. Tehát ez azt jelenti, hogy itt valami egészen különleges tudásról van szó, és akkor látom, hogy ez meg hát teljesen szabályszerű. Tehát a három dekanátus, ez a skorpió, a bemeneti dekanátus, mert precesszióba megyünk, itt van a rák dekanátus, és itt van a halak dekanátusa. Itt pedig mindjárt be is jelölhetjük. Tehát a falenszternél, a szűznél vagyunk, itt a bikánál vagyunk, itt pedig a baknál vagyunk, az eszkimóknál. Na most, aki egy kicsit is tájékozott az asztrálmitoszi rendszerben, hát az már egyszerűen, hogy mondjam, se tapsikol, vagy sivalkodik. Hát tudjuk, miről van szó? Annál jobban széthúzni a testiség és a szellemiség kapcsolatát, mint ahogyan ez megtörténik a skorpióban, sehol máshol az évkörben nem lehet.
Ez mit jelent? Hogy még a képjelét is úgy alkották meg, hogy a sas fölfelé húz, és a kígyó lefelé. Tehát itt a legnagyobb fokú a feszültség a felfelé húzó erők és a lefelé húzó erők között. Miért? Mert mind a kettőben legyőzhetetlen. Tehát ha a testi megoldást választja, akkor ő egy iberelhetetlen dzsigoló lesz. Tehát jelenleg ez a férfi eszmény, ha nem vettük volna észre. De ugyanakkor, ha a szellemi téren akarna érvényesülni, ott is legyőzhetetlen lenne. De erről egyfolytában lebeszélik. Nem tudom, értető. Miért? Mert akkor, hát hogy mondjam, ez a világ, ez elég hamar megváltható lenne. Mondhatom, egy hét alatt megváltható lenne, hogyha mi ezeket az energiákat, amik a skorpióban legyőzhetetlenek, a szellemi irányba tudnánk terelni. De nem terelni. Miért? Mert akkor vége ennek a látszaturalomnak. Tudod, itt miről van szó? Egyfolytában minden standon ott van körülbelül 3 mázs a női húsból a férfiaknak. Férfi húsból a nőknek, most már férfi húsból férfi kiszerelésben is van, női húsból női kiszerelésben is van. Tehát azt jelenti, hogy mindegyik így szívja le az energiát. És mindegyik a skorpió irányában. Tehát azt jelenti, hogy az illetőnek végképp nem lenne szüksége ennyi női húsra, de a szomszédja ingerli rá. A tévé meg egyfolytában ez irányba inspirálják. Minden vicc, tehát ami, tudom én, ilyen kabaréban, olyan kabaréban, ilyen apropó, ilyen, mind ezt a szexuális potenciát, ezt próbálja gerjeszteni, mert ott neki már semmi szüksége nem lenne erre. Tehát azt jelenti, hogy ez mind szellemi energiákat szív le, és végzetesen. Mert hát itt nem lehet, tehát amit egyetlen fazékból tud meríteni, amit ő a testiség szintjén megy, az már a szellemiség irányából hiányozni fog. Most ennek vajon milyen jelét látjuk az Egyiptom? Hát először is ennél nagyobb társadalmi különbség elképzelhetetlen. Tehát itt ne azt vegyük most górcső alá, hogy ez mennyiben hiteles Egyiptom kép. Annak a kornak ez volt az Egyiptom képe. Ma már sokkal többet tudunk róla, illetve hát legalábbis így reméljük, hogy többet tudunk. Minden esetre ennél feszítettebb ellentét a legalacsonyabb és a legmagasabb között, ez a milliók egy miatt, ahogy itt megfogalmazódik, ez egyszerűen elképzelhetetlen. Tehát az összes többi szint, ha sorra veszük, meg se közelíti egyik sem. És ráadásul mivel kezdődik? Halálra korbácsolnak. Tehát ez egy teljesen egyértelmű dologról van szó. Marsi az az otthonlét, és tulajdonképpen a skorpió tulajdonságban mindig ott van az önpusztításnak a hajlandósága. És ne felejtsük el, hogy a skorpió az a farkával csap, és azzal, hogyha elugrik a áldozata, az saját magát is meg tudja sebezni. Tehát nem tudja ellenőrizni a fegyverének a mozgását. Ez az egyetlen ilyen állatfajta. Tehát amelyik nem ura a fegyvere működésének, holott a fegyvere halálos mérget tartalmaz. Na most ezen hosszú nagy viták folynak, hogy ezzel tudja magát megmenteni, lényegtelen. Megsebezni biztosan tudja. Tehát azt jelenti, hogy ez az önsebző vagy önpusztító hajlama a skorpiónak. Ez is közismert. Na most ez miben nyilvánul meg? Hát itt azért jó tudni, hogy amikor önmagával ennyire konfliktusosan kerül szem, tehát hogy nagyon kibékíthetetlenül, akkor általában egy áll Ádámot állít be Madács. Ez pedig a halálra korbácsolt rabszolga. Tudnik, ennek a nőjét veszi magához utána. Tehát eddig őt pótolta, vagyis Ádámot pótolta ez a rabszolga Éva mellett. És tőle veszi magához Évát. Na ez ilyen figura, ez összesen kétszer jelenik meg. Egyszer itt, egyszer meg az Eszkimó színben. Amikor az Eszkimó az tulajdonképpen egy áll Ádámként jelenik meg. És itt tehát nem véletlen ez az első a történeti színek között, meg az utolsó a jövő színei között. Tehát ez zárja. Azért most nem tudom, figyeljük-e, hogy ez szenzációs szerkezete van. Szóval erre mondom, hogy ez egy vidéki nemes úr volt, aztán hát itt írogatott, nézzük neki. Hát egy egészen zseniális. Azon túl, amit tudott, tehát ami, hát ezt a tudást én sehol nem tudom egy Goethe-t számon kérni, vagy nem tudom egy Victor Hugo-n. Hát ezek, ja, tehát Goethe-nek is, Victor Hugo-nak is, Byron-nak is a művei között ott vannak a drámai költemények. Tehát már a Faustot annak
minősítik így visszamenőleg, de hát Byrontól kezdve már a neve is szerepel. Tehát a Századok legendája, ugye Victor Hugo-tól, vagy a Perbüntöt látták, azt hiszem most föl fogják újítani, ha már nem játsszák éppen. Hát én egy norvég rendezőnek a rendezésében láttam a Nemzeti Színházban, a frissen fölavatott Nemzeti Színházban. Hát az tényleg hasonló problémákkal küzd, mint az embertragédia, tehát az is egy ilyen emberiség tragédia vagy dráma. Tehát a drámai költemények között tartják számon. És az egy kicsit későbbi már, mint az ember tragédiája. Victor Hugo majdnem évre ugyanaz, 59-ben született, a Századok legendája. Tehát itt még ráadásul teljesen korszerű is Madács, holott nálam a korszerűség az nem erényt jelent, hanem mankót jelent, de hát ez egy külön téma. Tehát attól még lehet nagyon rossz valaki, hogy korszerű. Na minden esetre akkor a Skorpiót kell tovább magyarázni, én azt hiszem ezek teljesen. Na most az egyik legárulkodó az athéni szín. Tudjuk, a rák tulajdonság az azt jelenti, hogy család. Család. Egyedül itt van családja Ádámnak. Nem csak felesége van, gyermekük is van. Ugye Kimon a gyermekük. És tulajdonképpen a gyermek tartja össze őket. Tehát maga Éva elmondja, hogy ő maga, mármint Éva, megtéveszthető volt, mert a demagógok azok megtéveszteti, a gyerek nem. A gyerek nem téved meg. Tehát a gyerek tartja össze a családot. Ő meg is mondja az anyját, meg is szégyeníti az anyját. Hogy ő végig hitt abban, hogy nem lett zsarnok az apja, mert ugye ezt nem akarom most elmondani, mert akkor tényleg leblokkolunk egy-egy színnél. De ezek nagyon tanúságos jelenetek. És maga az, hogy a családképlet egyedül és kizárólag ebben az egységben jelenik. Tehát a rák így beadja a névjegyét. A következőkben, ja, és hát önfeláldozás. Tehát ő maradhatna a templomban, ugye, mert bemenekíti Éva, a sebesült Miltiádeszt, tehát akit hát végig a demagók nyilván a vagyona miatt, sőt, hát ezt tudjuk a történelemből, tényleg azzal vádolták meg, hogy tudnélik nem bánt, hát becsületesen a javakkal, aminek hát most vagy elhisszük, vagy nem. A demagókat ma is ismerjük, hát egymást így buktatják le. De érdekes módon, ha a jobb oldal kormány, akkor mindig csak bal oldalak buknak le. Ha bal oldalak kormány, mindig csak jobb oldalak buknak le. Tehát ez egy érdekes figura. Na minden esetre ez ott is a vád, és ő nyugodtan bemehetne Pallas Athéné szentélyébe. Ott van már a felesége, ott van a gyermeke, és akkor ő nem azt mondja, hogy nem. Tehát egyszerűen, ha én tényleg ennek a népnek a fia vagyok, ha én ezért harcoltam, akkor én igenis elfogadom az ő ítéletüket, akkor is, ha tudom, hogy ez hamis, akkor is tudom, hogy demagógok izgatják őket. És akkor szépen lemegy a lépcsőn, és vállalja a halált. Na, aztán Lucifer gondolhatjuk, hogy nagy örömmel fogadja is. Tehát minden esetre az önfeláldozás megint a lényege a rák tulajdonságnak. És ez ilyen tisztán azért a később nem fog jelentkezni. Tehát mindegyik arra a színre jellemző, amelyikben megfogalmazódik. Na most a halaknál az egész tulajdonképp egyetlen narkó. De nem narkó, szó szerint. Tehát ez a mélylátásnak lenne az időszaka, ugye a halak, és tényleg a végén be is jön az esélye Szent Péterrel, és azzal az új eszmével, amit ő behoz. Tehát nagyon is bejön, de közben odáig fajul ez a narkózás, hát ugye isznak elejétől fogva. Az is rögtön kiderül, hogy itt, ha ketten küzdenek, akkor ez nem egymásért fog folyni, hanem vagy az egyiket fogják megölni, vagy a másikat. Ez hogy jelenik meg? Gladiátor küzdelem, végig ott van. És miközben kegyelmet adna Ádám, addig a másik így lefordítja az ujját. Tehát nem, a halakban nem lehet egymásért folyó küzdelem. Ott csak Káini típusú lesz. Tehát ott az egyiknek el kell pusztulni. Tehát olyan kristálytisztán jelennek meg ezek a tulajdonságok, és ezzel indul. És kiderül, hogy tulajdonképpen mindegyikük, tehát akik most az ítéletet mondják, tehát azok is ki vannak tévni, hát fölajánlják Évát is. A másik a lovát ajánlja föl, ő az Évát, tehát teljesen úgy bánnak, minthogyha, hogy mondjam, egy valamiféle ilyen köznapi tárgyról volna szó, amit ajándékozgatok, vagy elpusztítom, ha akarom, és így tovább. Na most a halakban viszont végig ez a kévágy dominál, és ezt eléggé hangsúlyozzák is, tehát érzéki típusú. Hogy kerül ez ide?
Hát ez már nem az otthonlét, vigyázat, mert az otthonlét itt Jupiter, de a sötét megjelenésében, hanem az erőben lévő Vénusz, amelyik ebben az esetben viszont kifejezetten a szexualitáson keresztül működik. És hát elejétől végig erről van szó, és ezt próbálja tisztítani, és végül is a színnek a végére ki is tisztítja, de nem Ádám. Miért? Hát mert nem ő van erőben. Hát a Vénuszt azt azért elsősorban mégiscsak a női nem képviseli, hanem Éva, és tényleg kitisztítja, és ők úgy indulnak egy jövő felé. Viszont ugyanakkor ez a világ teljesen elmúlik. Tehát ugye tudjuk, Szent Péternek van itt egy hatalmas szövege. Na most Szent Péterrel kapcsolatban csodálkozhatunk, hát az ő ünnepe az június 29-e, tehát ez a mai Péter Pál napja, ez régen csak Péter napja volt. Pál nem ott volt, Pál január 25-e volt, ez a jóra forduló Szent Pálnak a ünnepe. Viszont nagyon lényeges dolog, hogy a Leonardónál, ami meg viszont egy eléggé közismert példa volt, a milánói refektóriumban lévő képén, a freskóján, az utolsó vacsorán Szent Péter bizony a nyilas tulajdonságok képviselője. Tehát a reneszánsz óta él egy ilyen megfogalmazott és tanított dolog. Ne felejtsük el, már Leonardo korában ennek a metszetes sokszorosítását, ez a Marc Antonio Raimondinak a metszete volt, amit terjesztettek orva szájba, tulajdonképpen mai napig. Mert ma már tulajdonképpen csak azon lehet tanulmányozni részleteket. Tehát azon Szent Péter teljesen egyértelműen a nyilasnak a helyén jelent meg. Tehát a nyilas tulajdonságok képviselője volt. Most a halakban itt ő mondja ki azt, amit egy szakrális vezetőnek kell kimondani. Tehát egy tipikus nyilas, abban megjelenő Jupiter tulajdonság. Mert egyébként nem értene, de miért Szent Péter? Tehát ezeknek mindig egy kicsit azért utána kell nézni, tudni, Madácsnak elég jól föltárt az otthona, tehát hogy mi volt meg neki, mi nem volt, egészen megdöbbentő dolgok jönnek elő. Londoni színnek az előképe egy Hogarth metszet. Tehát elég pontosan jelződik, ezt közdi is ez a könyv. A Leonardóra nem hivatkozik, mert ez azért nem vált annyira közismerté. No, minden esetre halakban vagyunk. Na most itt a Bizáncnál megbeszéltük, ha Londonnál éreztünk egy ilyen virtuális létet, mint a vízöntőnek a megnyilvános módját, akkor Bizáncban találkozunk ilyennel? Megint nagyon lényeges a dolog, mert ha nem tudjuk tetten érni, akkor ez egy szép elmélet, aztán nem ér semmit. Tehát hogy ne? Hát ez az Izóra, akit a Évának az alakváltozata. Hát ez egy fiktív közegben él. Ez az apjának az esküje. Hogyha majd gyermeke lesz, ha férfi lesz, akkor nem tudom én, szerzetesnek adja, ha lány lesz, akkor apácának. Ennek nincs saját élete. És amikor egy pillanatra fölmerül a lehetősége, hogy akkor betör oda a kolostorba Ádám, abban a pillanatban megjelenik a halál. Ennyit erről. Tehát ez csak azért nagyon lényeges, mert a vízöntőnek nincs saját élete. Megpróbálj egy pillanatig élni, abban a pillanatban valamelyik szomszédja rögtön jelentkezik. És ez meg a halak. És megjelenik a csontváz, és azt mondja, na nem. És nem engedi be. Holott pedig, hát ez tulajdonképpen egy látomás. Tehát egy tipikus vízöntő jelenség, nincs fogható, hogy mondjam, jelenléte, de ugyanakkor meg tud akadályozni dolgokat. Az, hogy ki tudjon bontakozni, hát az, aminek jelenleg nem szabad kibontakozni. Tehát egy valóban megélt szerelmi, hát hogy mondjam, életforma, hát a Tankréddel, a keresztesek vezérével. Na akkor most ugorjunk egy nagyot, tehát ezt most megbeszéltük, vagy legalábbis vegyük úgy, mert hiszen a középsőt is megbeszéltük, az ikreket is, és a két vizöntőt is, és utána, hát ami a falanszterben megjelenik, hát én erre szoktam mondani, aki ennél pontosabb képet ad arról, amikor a szűz eluralkodik a világban, hát az valamit föltalált. Tehát ez valami elképesztően pontos. Amikor csak a racionalitás működik, semmi más. Tehát ami közvetlenül nem hasznosítható, és ez nem tehető beláthatóvá, tehát nem tudom beláthatóvá tenni, hogy az hasznosítható, az kiiktatódik. Nem tudom, mennyire
közismert, hogy naponta hány faj pusztul el jelenleg. Nem hasznosítható. Ennyi. Tehát ezek tényleg döbbenetes adatok, amikor az ember hallja, egyszer nem hisz a fülének, nem lehet igaz. Pedig nagyon úgy néz ki, hogy igaz. Tehát összesen kétféle élőlényt őriznek meg élő állapotban. Az egyik az a tehén, a másik pedig a birka. Most erre mondja természetesen a tudós, aki ugye vezet, mert a tudós a meghatározó. Hívjuk a szakembert, nem tudom, ismerjük-e. A tudós. Ugye. Minden tudás egyeteme. Hívjuk a szakembert. Tehát teljesen tiszta, hogy majd ő megmondja, hogy mit szabad, mit nem, mit tudhatsz a múltadról, mit nem tudhatsz a múltadról, tehát mi lesz a hiteles, mi lesz a nem hiteles, és ital, és ital. Na most, miért, mi már azt is tudjuk, hogy miért pont a tehén, és miért pont a birka. Tehén a bikának a nősténye, a baknak pedig a keleti állatövben a birka a megfelelő. Tehát pontosan ezeket még nem pusztították el. Miért? Mert ezek még a következő dekanátusok, tehát a következő színeknek a névadói. Na most ez azt mutatja, hogy itt már nem lehet mellé beszélni. Szóval ilyen véletlenül nem áll össze. Ez ilyen nincsen. Mert még azt mondja, a tehén, hát jó, a tejre vonatkozó iskolatejet akkor tudunk adni, és itt a birkát minek. Tehát ezek olyan dolgok, amikre az ember azt mondja, hogy egy zsenivel nem lehet tréfálkodni. Tehát az akkor adja be a névjegyét, mikor legkevésbé várjuk. Tehát amikor már elkezdenénk töprengeni, hát azért ez lehet, ám azért vélet, tényleg lehet, na jó, akkor legyen neked. Te hitet szerint. Na, minden esetre itt ér az első olyan meglepetés, ami azt mondja, hogy az ember, hát azért ez mégsem egészen hát hézaktalan ez a megfelelési rendszer. Mert a bika az a legföldhöz tapadtabb, ez meg pont az űrjelenet. Tehát pont ez a lényege. Hát ne felejtsük el, amikor mi itt vagyunk, hát most számoljunk azért vissza egy kicsit, mert most már itt is kell, hogy számoljunk. Tehát ha most ez a precesszióban van, ne felejtsük el. Tehát itt akkor nem a vízöntő jön, hanem a kos jön, itt a bika jön, és itt az ikrek jön. Érthető? Tehát ezt visszaszámlásra két pillanat alatt ki lehet szerkeszteni. Na azt jelenti, hogy a éden volt a bikának megfelelő, ott volt az, amikor minden tényleg az érzéki gyönyörűség csúcsán van, és ott van a bűnbeesés is. Tudjuk, mi volt a bűnbeesés eszköze, itt is a darabban is, az alma. Most lerajzolom az almát, akkor mit rajzoltam le? Bika jelét. Tehát a magyar hagyományban ez a bika jele. Tehát ez a úgynevezett gránátalmás motívum a népművészetünkben. Tehát ez egy teljesen tiszta képlet. És hát van rá példa is. Tehát amit ide a címlapra tettünk annak idején, ez a rudabányai mennyezeten, ez a bűnbeesés jelenete. Még a fejei ezeknek az Ádám Évánk, ezek is alma alakban vannak megjelenítve. Tehát a szellemiségük bika jellegűvé vált. Mert itt van, amikor az ikrekből a precesszió folytán ugye alászállunk a bikába. Az ikrek az utolsó a világos fél évben, a precessziós nagy évben. És amikor átmegyek az ikrekből a bikába, az azt jelenti, hogy lejöttem a sötét év fél évbe. Tehát nem bűnbeesés, hanem a sötét fél évben való alámerülés. És ennek az a lényeg, hogy a szellemiség robására a testi igények fognak megnövekedni. Mi az első jel? Az, hogy felismerték egymásban a nemi sajátosságot. Tehát, és akkor rögtön bűnös. Bűnös a körösztanyád. Hát ez az üdvternek a legszervesebb része. Nem tud visszafelé menni. Ide született. Tehát azt jelenti, hogy az ikrek után csak a bikába tud tovább menni. És ott az nem világosodni fog, hanem sötéted, mert meg egy napföld viszonynak a függvénye. Akkor miért beszélsz itt bűnről? Nem tudom, érthető-e. Azért, mert akkor én el tudom intézni, hogy bocsánatot nyerje. Hát egy kicsit sokba fog ez neked menni, de jótányosan megállapodunk. Tehát abban a pillanatban belép a közvetítő. Ha belép a közvetítő, onnantól kezdve, amíg tőkések adnak munkát, a tőkések ki a haszon, írta József Attila. Na ennyit erről. Tehát ez csak azért kell elmondani, mert egyszerűen nem vagyunk hajlandók gondolkozni. De valami egészen makacsú nem vagyunk hajlandók. Tehát ez azt jelenti, hogy ebben az esetben ugye ez magát az éden helyzetet adja, és itt a bika pedig
miről szól, hogy mi történik, amikor engem kivesznek ebből a helyzetből. Mi történik? Abban a pillanatban megsemmisül. És válik belőle egy bolygó. Sőt, már ott van rajta. Lucifer is már mondja, hát egy bolygó most így fog keringeni itt a világ végéig. És majd rajta nekem fog megint teremni élet. Tehát hogy érthető, nem lehet innen kijönni. Pontosan azt jelzi, a földetti paradicsom Édennek kaptátok. Még ebben az esetállapotban is. Innen nem lehet kijönni. Most azt tudjuk, hogy jelenleg az a pénz, ami nincs a zsebünkben, az a nagy részt az úgynevezett űrkutatásra megy. Azt innen először elszívja a kereskedő, attól a nagy kereskedő, attól a bankár, attól a nem tudom, egy kicsoda, és előbb-utóbb ez megérkezik, vagy legalábbis egy része megérkezik, hogy mit tudom én, ilyen és olyan támaszpontra, és akkor már ott a NASA gazdálkodik vele. Most, hogy a NASA milyen szerv, az egy külön téma. Minden esetre elég tűrhetően zárult a témaköre. Tehát minden esetre dolgozzák ki, hogy lehet egy űrjelenetet megvalósítani. Hogy aztán ez a Marsra fog egy kolóniát létesíteni, vagy a Holdnak a túlsó felé, ennek semmi jelentősége nincs. Ez azt jelenti, hogy árulás a földi irányában. Mégpedig egy teljesen elhatározott, kifejezetten árulás. Na most lehet csinálni. Ez mit jelent? Ez a pozitív visszacsatolás egyik legpontosabb jele. Tegnap elmentem a Holdig, holnap elmegyek a Marsig, holnap után elmegyek a Jupiterig, utána Szaturnuszig, utána megyek még tovább. Óriási. Csak menné már, holnap induljál. Inkább egy kicsit még ráfizetek. Csak tűnjél már innen a francba. Tehát, hogy érthető legyen, az a baj, hogy állandóan hazudoznak, de nem teszik. Nem teszik, viszont a zsebünkből meg lopják ki. Folyamatosan iszonyú pénzek mennek el erre. Nehogy már azt higgyük, hogy ez mondjuk az én életemben egyáltalán össze tudok szerezni a születéstől kezdve 80 évig, most nem adok sokat már magamnak, de mondjuk nem tudok összeszedni annyit, amik ők pár hónap alatt elrendálnak. Nem tudom, látták-e a Macskafogó című kiváló. Hát itt ez folyik, mint ott a Macskafogónál. Hát emlékszünk még rá, hogy hányféle kísérlet, és mindért felvették a pénzt. Na, ennyit erről. Tehát az űrjelenet. Most még egy olyan jelenet volt, ahol megnézhettük volna, ha akkor már felrajzoltam volna, az ikrek, amikor Prágában megjelenik. Milyen kapcsolatban van a mennyel? Mert ugyanaz az állatövi egy. Hát egy félrelépő asszony az a mennyei jelenetnek megfelelője föld? Nem. Hanem Kepler. Kepler mivel foglalkozik? Csillagos éggel, erről van szó. És méghozzá úgy, hogy már ő maga is azt hiszi, nem a környezete, ő maga is azt hiszi, hogy műszeresen majd egészen az Istenig el fog jutni. Értető? És ez a fikció, ez máig benne van a műszeresen vizsgálódó csillagászat tudományában. Ami egy nagyobb ökörséget még nem hiszem, hogy kitalálta, de folyamatosan. Ő már fogja az Isten lábát. De hülye, hát az íróasztalod lába. Tehát, hogy érthető legyen, de ragaszkodik hozzá, hogy ő már az Isten lábát fogja. És ez már csak idő kérdése, hogy ő mennyire tudja a műszereit finomítani, és akkor egészen biztosak lehetünk benne, mi csak fizessük be, ne törődjünk a többen, egész biztosak lehetünk benne, hogy ő már fogja. Na, ennyit erről. Tehát ezek a megfelelések, ezek gyönyörű belső megfelelések a tragédia szerkezetében. Na most, az utolsó, tehát itt megpróbál elszakadni, és egy valami van, ha én elszakadok a földtől, akkor én, mint férfi, ezt megtehetem, de akkor a női megfelelésem lemarad. Ez az egyetlen szín, amiben nem jelenik meg Éva. Nem tudom, észrevettük-e. Miért? Hát mert a föld maga egy anya, tehát egy női minőség. Hát Gája az egy női minőség. Tehát azt jelenti, hogy a képviselője most nem Éva lesz, hanem a föld szelleme. De azzal a szeretetteli hanggal hívja el, és szöveggel, amivel egy nő a szerelmesét hívja vissza. És úgy is érkezik vissza, mert még csak érinti a külső világot, mondja neki. És ilyenkor a föld szelleme képviseli Évát. Miért? Mert a női minőséget, a földet most egy ilyen nemtelen valami, egy szellemlény jeleníti meg. Nem maradhat ki a nő a férfi mellől. Egyébként tulajdonképpen két dublőrje van Évának is, ez az egyik, amikor a föld szelleme helyettesíti, a másik, mi a fölgerjedt pornő.
aki teljesen egyértelműen nem ő, mégis az ő alakváltozata, tehát Ál Éva. Az eszkimó felesége az nem, az ő maga a vigyázat. Ott nincs dublőr, vagy dublőz, tehát ő az saját maga. Ádámnak van ott dublőrje, az a férje, az eszkimó. De a nő az maga Éva, hát még le is reagálja, nem te Jézus Mária, én, aki Aszpáziát öleltem most egy ilyen. Tehát igen, az Évából az lett. Hát ne felejtsük el, hogy a felgerjedt pornó indította el azon a pályán. Na, ennyit akkor erről, és akkor végén az eszkimó szín, hát ha ebben a bakot nem ismerjük föl, hát akkor nem tudom, hogy miben, amikor minden, ami élővilágra vonatkozik, eltűnik. Tehát marad az, ami fagyott, ami terméketlen, miért? Mert téli napfordulóval indul. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a bak csúnya vagy rossz, hanem mert ilyen helyzetbe kerül a bak havában az élet. És az azt jelenti, hogy bizonyít. Hát ő, nem tudom, hogy emlékszünk-e rá. Hát itt kérdezi Ádám, hogy miért ide hoztál a sarkvidékre? Hát miért nem megyünk le a egyenlítő környéket? Hát ott meleg van. Azt mondja, most vagyunk az egyenlítő. Tehát az egész föld hűlt ki. Tehát ők az egyenlítőn beszélgetnek, ahol kevés az eszkimó, és bocsánat, sok az eszkimó, és kevés a fóka. Tehát már egymást kénytelenek enni. Na, ennyit erről, és ezzel van vége a rémálomnak, és pontosan lehet látni, hogy ez igenis a Lucifer által fölvázolt történelem. Egyetlen céllal essünk kétségben. Most aki kétségbe akar esni, az hallgassa meg az ilyen természetvédő nagy jelentéseket. Már nincsen energia, már ez is kihalt, már az sem működik, már természetesen igazuk van. Tehát Lucifert nem lehet szaván fogni. Nem lehet megcáfolni, csak éppen nem a lényegről beszél. Na most nagyon lényeges, hogy hol jön Ádámnak az Úrtól hallott utolsó mondata először. Tehát hol fogalmazódik meg, mégpedig nagyon jellemző módon nem egy külső személy által, tehát hangsúlyozom, itt erre a mondatra gondolok, hogy emberküzdés, mondottam emberküzdés vizavizá. Egyébként ez a mondottam, ez nem csak az előző mondataira vonatkozik az Úrnak, mert ezt így konkrétan, így nem mondta korábban, viszont megszólalt ez a hang magában Ádámban. Hol és mikor? Az űrben. A célt tudom, még százszor el nem érem. Mit sem tesz? A cél volt a kép, mi is. A cél megszűnte a dicső csatának, a cél halál, az élet küzdelem, és az ember célja egy küzdés maga. Tehát a küzdésig eljutott, de a kegyelemig nem. Nem tudom, érthető. Tehát a kegyelemig csak a nyilasnál juthat el. Na most a bak után mi következik? Természetesen a nyilas. Tehát azt jelenti, hogy innentől kezdve az a szakember gárda, aki egyáltalán képesítést kap az elmúlt másfél évszázadban Magyarországon, nem tud mit kezdeni a darabban. Miért? Az ingyen kegyelemmel nem tud mit kezdeni. Holott erről nem szabad sokat dumálni. Tehát Döbrögynek emlékezünk, a vég egyetlen mondata volt. Abban ugyan elhangzott a kegyelem, fel is olvastam, ha jól emlékszem, de nem volt túlbeszél. Miért? Mert ennek a lényegéhez tartozik, hogy nem szabad túlbeszélni. Tehát ez pontosan a lényegéhez tartozik. Fölvillan és megoldja a dolgokat. Mert mi most a kegyelem korában élünk. Tehát a feltámadás pillanatától a kegyelem korában élünk. Nem a törvény korában. Na de hát akik jelenleg írják a történelmünket, művészettörténetünket, irodalomtörténetünket, azok még ott vannak a törvény korában. Számukra ez, hogy ingyen kegyelem semmit nem jelent. Jézus egy ilyen buta zsidó gyerek volt, ahelyett, hogy zelotákhoz csatlakozott volna, itt valami idétlenséget, hogy szeressük egymást, gyerekek. Ilyeneket hirdetett, ez egy komolytalan dolog. Tehát ők még a törvény korában élnek, teljesen lemaradt, kb. 2000 évvel le vannak maradva. De viszont, hát jelenleg ők a hangadók. Tehát ez azt jelenti, hogy tényleg nem lehet velük mit csinálni. Tehát az ember közli velük, hogy ébresztő. Körülbelül 2000 éves lemaradásban vagytok. Nem érdekli őket. Ja, bocs, akkor legyen neked a te hited szerint. De nem lehet vitatkozni, ez nem vita téma. De minden esetre... Itt tényleg egy mondat, na most ha én ezt az egy mondatot kiveszem a tragédiába, összeomlik az egész. Mert a lényege vészel. Tudjuk, ez az Úr hangja. És ez az új szövetség Istenének a hangja.
ami az elején elhangzott szöveg, az még a, hogy mondjam csak, még összevethető az Ószövetségi Istenséggel. Szokták is, hozzáteszem, nem örülök neki, mert azért tehát a Madács ura, tehát itt az Úr nagybetűvel, soha nem adna engedélyt vagy éppen utasítást semmilyen népnek arra, hogy egy ártatlan város ártatlan lakosságát kiírtsa. Tehát egyszerűen nem egyeztethető az Ószövetség Jehovájával, semmilyen rabulisztikával. És akinek ez nem tetszik, hát az nem veszi tudomásul, de hát ezek tények. Most mielőtt elindultam, megnéztem, van egy ilyen kigyűjtött szöveganyagom, ezt nem tudom, egy német nyelvű kiadványból vettem ki, hogy az Ószövetség milyen tulajdonságokkal ruházza föl név nélkül, mert a nevét nem szabad kiejteni az urat. Döbbenetes. Csak konkrét példák. Ez körülbelül egy teljes oldal. Hát én nem is kezdem el idézni. Tehát ezt én soha sehol nem olvastam föl, de azért néha az ember megbizonytalan, hogy nem árt, ha előveszi. És ebből semmit nem gonosz, csúnya antiszemiták állítottak össze. Ez mind ott van az Ószövetségben. És nincs fordítási probléma. Tehát ezek bizony nagyon meggondolkoztatók, mert Madácsnak az Úristene az első színben sem Jehova. Tehát ezt tényleg felejtsük el, próbára teheti az embert, de egyetlen gyilkosság sincs mögötte. És senkit nem ad martalékul az általa kiválasztott személynek, vagy éppen népnek. Ez nem az az Atyaisten. Minden esetre nagyon érdekes, mert kijegyzeteltem, ez már a könyvben nem került bele. De minden esetre egészen döbbenetes szövegek vannak. Lucifer, amikor először találkozik Ádámékkal az Éden jelenetben, akkor a szövegében úgy írja le őket, mintha félig ilyen állatok lennének, de a visszatérő hasonlatai vannak. És az ember csak úgy nézi, honnan ismerősek nekem ezek a szövegek. Na, mit tetszik gondolni? Ez a manikeista üttörténet. Teljesen pontosan, de szinte szó szerint idézetként. Na, majd az új kiadásban ezeket már azért beleveszem. Tudjuk, ezek elhanyagolhatatlanok. Tehát az a kép, ami itt megjelenik az első színben, az nagyon erősen oldalirányból manikeista színezet. Hát ebből már lehet gyanítani, mondjuk egy Prohászka Ottokán miért nem örült neki. Mert azért az, amennyire én ismertem a manikeista szöveget, feltételezem, hogy ő is ismerte. Ha talán nem is ennyit fordítottak le még akkor, mint máig, de azért már illet ismerni. És azért ő egy tudományos ember volt. Tehát itt egy nagyon-nagyon érdekes dologról van szó. Egy biztos, hogy ez még a mérlegelő jellegű, de tessék megnézni, rögtön elénk. Ikrek típusú. Mit mond Lucifernek, mikor már Lucifer nagyon elpimaszodik? Azt mondja, megsemmíthetnélek, de nem teszem. Na most, ha ez nem ikrek típusú lenne, azt mondja, megsemmíthetlek, tudod mit? A franc megette, most rögtön megsemmisítelek. Hát ezzel megmentem az emberiséget egy iszonyattól. Nem, az ikrekben nem. Vitatkozni vitatkozhatunk, de egymásért élünk. És ezt a legvégén meg is mondja. Mert a legvégén ennek a túloldalán vagyunk. Tehát itt az eszmeiség, itt a testini volt a fejlődés. És ebben a pillanatban érzem, de hát ez tipikusan a magyarságnak szól. Miért? Hát mert mi a testi megjelenésünket az ikrekben éljük, a szellemi, az pedig van. Hát akkor most kinek szól ez? Hát várhatjuk, hogy egy francia rá fog mozdulni? Hát egy fenét, vagy egy német. Tehát teljesen nyilvánvaló, tehát nem a hunyad az egyetlen mozzanat, amitől ez leköthető a magyarsághoz, hanem az egésznek a vonulata. És az egésznek pedig teljesen egyértelmű az üzenete, hogy ember, küzdj és bízzál, ez egy padlón lévő nemzetnek szól. Hát ami akkor is padlón volt, most is padlón van, de semmi értelme nincs, hogy ezen most síránkozzunk. Föl fogunk tudni állni. Hát tessék meg, minden egyes eset után fölállt. És egyetlen eset sincs, ami után azt mondta volna, hogy hát a fene megette, én többet nem próbálkozom. Ennek elegem volt ebben. Nem. Nem. Újra és újra. És amikor már úgy tűnik, hogy ő elvesztette a hitét, éva révén még megint megerősödik. Tehát itt nincs.
és mesék ketten vannak. Na, egy gyors lezárás. Egyet tessék nekem megmondani, hogy ezzel el is búcsúzunk, hogy tudnélik, emlékszünk még, hogy a három arkangyal egyfajta szellemiség, ez volt Gábriel, egyfajta lelkiség, ez teljesen nyilván a Rafael volt, hogy a boldogságot árjadoztatsz testet, és akkor Mihály pedig a testiség. Tehát ez a hármasság jelent meg. Na most, ez osztódik szét a darabban, most már Ádám, Éva és. Na most, Ádám kit képvisel? Mindig az eszmét. Tehát mindig. Hát teljesen nyilvánvaló. Éva kit képvisel? Egyértelmű. Na és ki képviseli a testiséget? Már nem mernek nyilatkozni, hál' Istennek. Ilyen, nem Lucifer. Lucifer a teljességnek, mind a háromnak az ellentétjét képviseli. Nagyon nagy kérdés. Ki képviseli? Hát volt, amikor ezt így rávágta valaki egyből. De hát az persze nem három órás fáradozás után volt. A tömeg, nem tudom érzékenyek. A tömeg, tömeg. Ugyanis a tömeg az mindig a próbája az eszmének. Szorosan összefüggenek. Tehát itt nem arról van szó, hogy a tömeg mindent elbuktat, hanem jelzi, hogy mi az a határ, amíg a saját korodban egy eszmét sikerre tudsz vinni. És Ádám mindig ebben téved, hogy egy kicsit túllő a célon. Tehát egy picit túlságosan nagy benne a bizalom. Nem tudom, észreveszik, ez is magyar betegség. Csak nehogy már betegségnek vegyük. Tehát semmi baj nincs, csak tudni kell, igen, a célt tudom, még százszor el nem érem. Mit tesz, mit sem tesz. Tehát ez a felállásnak az első mondata. Tehát egy rendkívül lényeges dologról van szó, szóval, ha én egy kicsit túl nem adagolom, akkor semmi nem fog késztetni arra, hogy én végigjárjam ezt az utat. Akkor semmi marad minden a régiben. És azt én nem fogom tudni várni, hogy bármelyik más náció a saját egzisztenciát kockáztatva majd előre akarja vinni az emberiség. Egy fenét meghirdeti, látja, hogy sokan tapsolnak neki, na még egy kicsit ráteszek, akkor onnan még várhatok egy kis pénzecskét, innen is egy kis jelelkesedést. Tehát teljesen más dimenziókban gondol. És az, hogy ő önként valamit a többiért áldozon, ne hülyeskedjen már nekem, na jó, most nem menjen haza. Tehát egyszerűen nem is hajlandó tárgyalni róla. És ráadásul a halálos ellenségem látom ott ül, és érte, és na ne hülyeskedjen már. Tehát ezek egyszerűen nem szóba se hozható dolgok. Viszont nálunk meg folyamatosan ezt tapasztaljuk a történelem során. Tehát egyszer majd olvassák el mondjuk második Rákóczi Ferencnek hirtelen ki akartam a végrendeletét. Hát ez egy döbbenet. Ellenségeiért imádkozik. Teljesen egymaga van. A végrendeletet nem valakiknek írja, magának a Jóistennek írja. Tehát a megszólítás közvetlen. És kifejezetten az ellenségeiért. És azt mondja, ha úgy találnád, hogy ők nem alkalmas, vagy nem méltók rá, akkor én külön kérlek, hogy az én kérésemre bocsáss meg. Szóval ez egyszerűen ezt a magasságot nem, hogy abban a korban, hát itt ezer éves táblatokban nem lehet megtalálni. Ezt csak azért mondom, mert most például őt kezdték ki. De nem a szocik. Nem a szocik. Már őt kezdték ki. Már figyeljük meg majd. Most nem is mondom, hogy melyik párt részéről, de már elindult a kikezdése. És ha valaki úgy gondolja, hogy majd jobbról csak jó jön, majd balról meg csak rossz jön, óriási tévedés. Most a legveszélyesebb, az a legszélső jobbról jön. Na ennyit erről. Legyek rossz, de ez sajnos tapasztalaton alapú. Na ennyit erről. Tehát akkor nem tudom, hogy föl tudjuk-e magunknak rajzolni. Tehát az azt jelenti, hogy itt volt ugye Mihály, itt volt Gábriel, és itt volt Rafael. Na most itt van ugye Ádám, itt van Éva, és itt van a tömeg. És mindenki, aki a tömeg. És mindenki, aki nagyon-nagyon támadta a tragédiát, most gondoljunk a 50-es évekre. Tehát egy Lukács Györgyre, meg egy Révai Józsefre. Tehát mind a ketten írtak róla, mármint a tragédiáról. És mindegyik a tömeg szerepének az alábecsülését
kifogásolta. Nincs alábecsülve a tömeg. Teljesen pontos a szerepe, a testiség igenis megszabja, hogy milyen határok között tudom az eszmét megvalósítani. Ez a szerepe. És nagyon szépen jelződik. Az más kérdés, hogy mondjuk egy Lukács Györgynek gondolom, hogy a demagóg szerepe nem nagyon tetszett. Vagy mondjuk egy Révainak, aténi színben. Ez volt az egyik kifogása éppen. Lebecsülés a tömegeknek. Dehogyis, hát te ugyanúgy uszítottad a tömeget. Ugyanúgy. Tehát nagyon is magukra ismertek. Na ennyit erről, ezt azért kellett a legvégén tisztáznunk, mert rengeteg tévedés volt. Tehát általában ide teszik Lucifert, nem így van. Nem így van. Mindegyikkel szemben a saját tulajdonságaik mentén tud érvelni, őt pedig uszítani tudja. És ezáltal tud, emlékszünk még itt mi volt, itt az erőnek volt a képviselője. És tényleg a súlyánál fogva tudja, tehát megindítja a tömeget, akkor az egyszerűen eltiporja az eszme képviselőjét. És mindegyik tulajdonképpen ezzel végződik a színek közül. Na ennyit erről. Azt hiszem, hogy felvázolása talán az ember tragédiájának ilyen keretek közt nem volt felesleges, és azt azért látjuk, hogy ez tényleg egy emberiség dráma. Tehát itt szó nincs arról, hogy akár egy nemzetre le lehetne szűkíteni, akár pedig, hát nem tudom, milyen egyéni tragédiákat sejthetnénk benne. Itt tényleg a nemzetnek szól, és bizony hosszú távra. Úgyhogy én megköszönöm a figyelmet, türelmet, és akkor még egyszer boldog új évet kívánok. Thank you.